Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Múlt 14 percen. Micsoda munka volt ebben, Feri? Az fél órája gyúrom őket. A szövegnél kezdtük, mire megegyeztük, de meg vagyunk. De micsoda meló. Micsoda meló. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello, Jani. Hello, Feri. Sziasztok. Jó reggelt. Hello. Drága Kecskemét, tudod én. Igen. Isten az ott minden győri. Egyszer gondolkoztunk, Jani, hogy így megveretjük magunkat, így van. Kérdezi valaki, hogy nem is élőben vagyunk, pedig ott fogunk állni előttetek. Ezt Máté írta nekünk, mármint, hogy mi nem vagyunk élőben, mekkora kamu. Hol van Máté? Ki az a Máté? Győzzük meg arról, hogy élőben vagyunk, hogy tudjuk meggyőzni erről. Vigyétek hogy... a stúdió mögé, dolgozzátok meg ketten. Feszítővassal, hegesztő pisztolyjal. Mondjad, Feri? Lehet, hogy Máté nincs élőben. Lehet, hogy Máté nincs élőben, így van. Na, hát minden esetre mi itt vagyunk, és Sopron Deák tér. Ugye ez a helyszín, azt olvastam, nem tudom, hogy jól olvastam ezt, mondtam Janinak, mert ő lexikálisan még pengébb, mint én, hogy ez állítólag Európa második legnagyobb tere, de hangosan felnevettek. Uh-huh. Igen. Ugye? Igen. Van egy hibám, több is. Az egyik az olvasottságom. A profizmus. Hogy második legnagyobb tér? Igen. Aztán elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy lehet, hogy nem. Igen, lehet, hogy a második, de nem európai, hanem soproni, és hogy valamit félreolvasod, de akkor ezek szerint igaz a dolog. Mi az első? Na, most megfogtunk. Na, hát de kit érdekel, nem? Azt nem tudom. Hát soproni melyik? A második, ez a lényeg. Így van. Valószínű, hogy valahol Olaszországban van, nem? Mert hogy ott vannak ilyen... Ezt Ferinek kellene tudni. Ő van otthon Cselentáróban. Valóban Szent Mártér, vagy melyik? Nem tudom, melyik a legnagyobb egyébként. Újabb információ van, nem legnagyobb, leghosszabb. Aha. Ugye, és ez nem na mindegy. Ez nekem már egy matek érettség is feladott, hogy ha nem a legnagyobb, de a leghosszabb, tudod, akkor viszont igen. Mi az, ami kizár mit? Na mindegy, tudják a soproniak, hogy hol vagyunk? Ez a lényeg egyébként, nem? Mi pedig ide találtunk, ide valaki, hogy mi van, Jani nem talál ide, azért kezdtek ilyen későn. Nem, egyszerűen csak, hát már itt voltunk, mi 6 óra előtt. Ennyi, meg azért a parkolót is kellett találni, de aztán Balázs, akinek nagyon jó szeme van az ilyesmire, kiszúrt egy mozgássérült parkolót itt a közelbe, és rögtön egy mozdulattal beállt oda. Megelőztük ezzel Hajdú Pétert, aki szintén kiszúrta magát. Én egy Porsche Cayenne-nel készült éppen beállni. Nem, elmondom, csak elmondom. Szabályosan parkolok. Az ott fizetős, drága soproniak, az jó, ott fizetős. Jó, de csak 8-tól, jó? És még egész halkan mondom neked, hogy az ott fizetős, és ott a foglalt parkoló helyett, tudod? Á, tudod, hogy szeretek veszélyesen élni. Az is igaz. Tudod, hogy a fizetős helyre beállni sokkal jobb. Van aprod? Hogyne volna, csak az van. Ez a problémám, hogy csak az van, csak aprón van. Egyébként azt mondja, hogy Deák tér, Mátyás Király utca, sarok. Mert hogy ugye azért ez egy hosszú tér, tehát hogy valaki egészen konkrétan ide szeretne találni, mondjuk 10 óráig, akkor az úgy lője be a helyet, hogy Mátyás Király utca, sarok. Szevasztok! Ez csak egy üres busz, Jani. De a sofőr csak van rajta. De mennyire menő, mert csak egy ember volt rajta, a sofőr. Igen, valószínű most kezdett. Na, megérkeztetek tegnap? Nem. Nem? Nem. Ezek még úton vagyunk. Még nem vagytok itt, csak jelezném. Én fönn vagyok a Facebookon, én voltam az első, aki megérkezett Sopronba. A későn érkezők, mikor te este jöttél, nem? 8-ra értünk ide a Lacival. 8-ra, te a 6-ra már itt voltál, mert írtál SMS-t. Így van, én 5 óra körül érkeztem. Mindenféle különösebb probléma nélkül. A probléma csak annyi volt, hogy Kapuváron át kellett szállnom buszra. Többet magammal. Na, de vicső lenne. Ez egyébként abszolút figyeltek. Igen, kinéztem magamnak azt az egyetlen, na jó, nem, azért van, vagy volt több olyan vonatjárat is, amivel nem kellett átszállni, megkérdeztem közvetlen járat, aztán félfüllel elcsíptem a vonaton, hogy itt valami átszállás is lehetséges, de nem egy másik vonat, hanem buszokra. És hát vicces volt, mint leszálltunk Kapuván, és mindannyian, akik a vonaton utaztunk, átszálltunk, és akkor így átböcögtünk. De ez egy tudatos átszállás volt, vagy szóltak, hogy lejtek szélesek átszállni, vagy elnéztél valamit megint? Olyan kiszámítható volt az egész utazás, és gondoltuk, akkor átszunk. Nem, ott valami pályafelújítási történet lehetett, és amiatt, de egyébként nem volt probléma. De most Pesten tudni kéne egyébként, hogyha te Sopronig mész, akkor Kapuvárnál van egy leszálló, mert szerintem igen. Elviekben fönn volt Elvirán, mert ott nézegettem, hogy a menetrendet, de nekem ez elkerült a figyelmemet.
Úgyhogy, na mindegy. Szóval ennyi volt. Igazából nem volt túlságosan kalandos az ide után. De ezért még milyen nyomorúságos, hogy fölülsz Budapesten egy vonat, és nem tudsz egyenesen eljönni Soproni. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Na, játszunk akkor már is valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Ah, hello újra. Nem tetszettek nekem. Nem? Nem? Nem. Félelmetes volt ez a nevetés. Igen. Élőben még durvább, mint az éteren keresztül. Hello, hogy hívnak? Szia, Zsani vagyok. Zsani, hello Zsani. Sopronból? Vagy igen. Sopronból? Onnan a Rózsaszín házból pont. Hát azért olyan nagyon sokat nem kellett jönnöd. Nem. Mondjuk meg őszintén, ez nagyon menő, hogy kinézel, ott vannak, már még sehol nincsenek. Akkor jó, már ott vannak. Visszafekszek aludni. Igen, és aztán lefekszel aludni, és utána ide jöttél. Hát akkor mikor 6 előtt indultál egy perccel, nem? Szinte. 6-kor keltünk. 6-kor keltetek. Oh. Mondjad, Feri. Zsani rózsaszínházban lakik, de ha kicsit kicsúszol ott az asztal mögül, akkor ezt azért megmutatnám, ezt a remek kis súszt, ez egy csizma, ez szerintem kicsit már meleg van, de gyönyörű rózsaszín. Köszönöm szépen. Nagyon, egyébként nagyon cuki. Fázós a lábam, úgyhogy nem. Pont jó, legjobb. Én nem ismertem még olyan nőt, akinek ne lett volna fázós a lába. De tényleg, a nők állandóan fáznak, vagy hideg a kezük, vagy hideg a lábuk, nem? Mindig... És ezzel udvaroltál régen, hogy hadd melegítsen meg a kis tappancsodat. Sose mondtam ilyen rosszat. A kis tappancsodat, ilyen dumákat nem kellett tolnom. Zsani, kivel szeretné játszani? A Ferivel, mert a párom azt mondta, hogy te, meg a Jani, nagyon gonoszak vagytok. Hihetetlen, és még nem is beszélt velünk. Milyen jól ismer bennünket, és még nem is beszélt velünk. Jó, legyen a Feri, bárki lehet egyébként. Jó, nem könnyű ezt itt élőben játszani azért, azt tegyük hozzá. Sokan néznek, rengetegen állnak már az üvegstúdió előtt. Itt vagy bent a stúdióban, érzitek, hogy bizonytalanítom el, hogy elkezdtem meg dolgozni? Óriási vagy. Köszönjük szépen. Oké, mehetünk, Zsani? Akkor kölcsön kérjük a te mikrofonodat, Jani, jó, mert ez az egy van, nagyon közel tartod magadhoz, jó, úgy jó, rendben. Köszönjük szépen. Mehetünk? Mehetünk. Jani? Frito vampire. Kedvenced a rózsaszín? Talán. Hogy ez a válaszod, hogy talán? Igen. Zavar, hogy... Köszi szépen! Gyere ide a hapsit kameráz végig! Tapsod neki! Nem tartok sokáig! Nem! Látod? Te is csőbehúzós vagy! Ők sokkal rendesebbek, mint én egyébként, úgyhogy gyönyörűen altattunk. Zsani! Az szegény Zsani! Igen, szegény! Az. Mondtam, hogy nem egyszerű. Mondtam, hogy nem. Egyébként tényleg szerintem élőben ezt játszani sokkal nehezebb, mint telefonon keresztül. Sokkal nehezebb. Én vagyok van. Az élő bizonyíték. Igen, visszaadod a mikrofont a Janinak, és akkor a Feri lekéziz téged. Olyan szépen kézizek. Egyszer már volt egy kézizésem. Na, a kézi mikrofonnak hívjuk azért természetesen. Köszönöm szépen. Zsanikám, a játékot. Mit tudunk adni Zsaninak? Hát üres kezen ne engedjük azért el. Végülis csak kitelepülés van, gyerekek. Egy almát vett el Feri az asztalról. Igen, egy festékes doboz, egy ásványvíz. Kérsz, amit inni, Zsani, legalább valamit. Egy vizet kérek szépen. Nagyon jó, mentes szénsavas. Szénsavas. 300 forint lesz már ilyeted is egész egy... Mert te vagy is ilyen kedvesen kiszolgáltam, 400-at adok érte. Nyugodtan, szénsavasat. Jó, köszönöm. Egy ajándékcsomagot is adjunk neki, Laci, hát legyünk ennyire drágák, nem? Milyen? Most még látod, a hét eleje van. Ki vagyok is rózsaszínű. De a stúdió kívülről integetnek a promóciós szépen, lányok, hogy ne szépen. Inkább ne erőltessük a dolgot. Kell az még máshol lesz az. Köszönöm szépen a játékot. Zsani, köszi, hogy jöttél. Sajnos nem tartott sokáig. Én szeretem egyébként ezt a típust. Igen. Mert legalább utána tudok már foglalkozni magammal is. Nagyon jó utat haza, Zsani, vigyázz magadra, nehogy baj éljen. Jó? Csak óvatosan. Ciao, Zsani, köszi, ciao, hello. Ennyi gyerekek, ennyi beköszöntünk, és azt mondtuk, hogy jó reggelt, és egy múl van ide, hát nem? Azt hittétek, hogy könyörületesek leszünk, mert ez egy élő kitelepülés, azt gondoltátok, hogy Feri nem mészáról, de még nem. Még keményebbnek vagyunk, mint egyébként. Na, rengeteg játékkal készültünk, ennek tulajdonképpen ezen állítást mi be is bizonyítjuk 7 óra után, ugyanis van egy ilyen kis fűnyírós játékunk, amit mi nagyon kedvelünk, ugyanis távirányítós fűnyírókkal lehet kaszabolni. Hoppá! Hoppácska! Nem akármi, ezt mi gyorsan kipróbáljuk, hogy mennyire nem tudunk hüvet nyírni, aztán találunk játékosokat, akiknek egymással kell majd összemérni a tudásukat, méghozzá fűnyírás távirányításban. És annyit nehezítünk a dolgon, hogy a murván kell csinálni, és ugye olyankor a kés az körbe dobálja a kavicsot. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Sopron szereti a Morning Show!
de ezt azért látnátok kívülről, hogy ez gyerekek. Hogy néz ki. Egy kis kulisszatitok, hello mindenkinek, 3-4-80 pontosan. Mi gyerekek. Van veletek? A Feri, mint egy rendes osztályfőnök, mi mennyi melót öl ebbe az egészbe, hogy itt kórus legyen, hogy itt ének legyen, itt próba van, itt szervezés van, beállnak, nem tudom, növekedési sorrend, a csajok, fiúk, jön a visszaszámlás, 3-2-1, Feri int, és semmit nem csinálnak. Semmi, érted? És háromszor meg tudtuk csinálni, a negyedikre mi történt, kicsim? Meséljél. Nem tudom. Hosszú volt a szöveg, mi? Sem. Három a magyar igaz. És a negyedik már nem ment. Igen. Próbák előzték meg ezt a fellépést. Hihetetlen. Minden történt. Élőben vagyunk, és kész. A zenekar meghal, a karmester ott van, a vérét áldozza a produkcióért, és a csajok kész. Adásdruk volt, kérem. Gyerekek, a Benny valami olyan beteg mesefilmre van rákattamva, Hős 6-os a címe, és egy felfújt gumibábú üldözi a rosszakat, és nagyon elvon, de Benny imádja. Hős 6-os, ismered? Felfújt gumibábú, azt hiszem megvan. Igen, csak te spejzba tartod, amikor nincs otthon a Mónika. Na, de gyerek van, nem mondjuk ilyeneket. Figyelj, Kornél, adunk neked egy fülest. Jó, már ugye? Már megint értek, nem mosták kezedre. Nagyon rossz voltál. Oda tesszük a fejedre, és fogod hallani. Hát, ha megismered, nyugodtan belehallgathatok, egy kicsit odahajolhattok, hogy legyen Kornélnak segítsége. Elfordíthatjátok, mert ez ilyen fordítható. Apuka is kap egyet, nagyon jó. Kihagyjuk most, hogy mit csinál Óben bácsi Beru néni, mert a kutyát nem érdekli. Jó? Mutatjuk egyből, hogy mit énekelnek. Kornél nagyon helyes, nagyon megszeppenve áldogál itt az üvegstúdióban, egy kék kapusznis pulcsiban, és nagyon izgul. Figyelj, Kornél, egy rövid részlet jön. Elég. Anyuka nem sug. Kornél egy kicsit gondolkodik. Süsi a sárkány! Hagyj belőle egy kicsit, Zsúr, hadd hallgassuk meg, hogy szól Süsi a sárkány. Én szerettem, gyerekek. Igen. Hát nem egy American Horror Story, de... Aj, de jó volt. Nagyon ügyi vagy, van egy ajándékcsomagod. Ügyes vagy. Mit szerettél volna a leginkább? Minek örülsz a legjobban? Uh-huh. Hmm. Jó, ezt tudjuk neked teljesíteni. Neked könnyű örömet szörözni. Semmi nem kell tőletek, gyökerek. Adunk, nem mond semmit. Van baseball sapka, óra, minden szép van benne, jó? Küldjük neked. Ügyes voltál, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hát igen, ilyenkor még a fiatalok megilletődnek. Köszi, sziasztó, puszi, hello, köszi, ciao. Hello. Ki volt ez a három bácsi, apa? Miért lögdöstetek be a stúdióba? Egyáltalán nem akartam bemenni, igen. A gyerekek, ügyes volt Kornél. Na, foglalkozunk majd az SMS-ekkel, ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy megy az egyetemen az, ha egy tanárnak viszonya van a diákkal. Ki kezdeményez, mi történik, hogy indult el a dolog, és aztán hogy lett vége, jó? Hát, ha vannak olyan hallgatóink, nyilván vannak, akik egyetemen már, hogy szoktad mondani, összesöndörödtek. Összesöndörödnek, uh-huh. Így van, és az még nagyon fontos info, hogy szerelem volt, vagy a kettesért. Egyébként tényleg? Ugye? Tehát, hogy igen, erről is beszélhetünk, hogy kellett a jobb jegy, vagy tanárbá, egyébként tényleg szexi volt, jól nézett ki, egyetemista voltál, és azt gondoltad, hogy hát nem éltél igazán, ha nem jöttél össze, nem tudom, tényleg a politológia tanároddal. Mert általában a politológiát ilyen 60-as, idősödő, kicsit unalmas bácsikát tartottál. Na, jönnek a sztereotípják. Kicsit moírtó szagú. Nem erre gondolok. Kicsit hullóhajú. Szódás üveg, szemüvegű. Abszolút nem erre gondoltam, csak nekünk, tanultam 2 évig politológiát, és sose tanította egy miniszoknyás, szép mellű, fehér blúzos Kati. Kati. Tehát mindig valahogy több politológia tanárom volt, és mindig 60 pluszban tanították a politológiát. És melyikkel jöttél össze? Tessék! Nézd, Feri, kellett a kettes. Erről többet nem meséltek, igen. Vettem egy nagy levegőt, dobtam, hogy felest adtál neki. Így megy. Azt mondtam, ezen nem mehet el az 5 év. A 60 plusz, hát 60 plusz. Anyám, még sokat fizettek, hogy egyetemre járassak, ezen nem mehet el az 5 év. Gyerekek, szörnyű dolgokat tudnék mesélni az egyetemi időszakról. Ha indul a reggel, és kivet az ágy, ha már a csap feled hangzik az ágy, a zuhany alatt, vagy a kádé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad, valami felrász magához húz, perc már kor előtt, vagy egy hiány húz. Elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a
hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebesgyi Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Mutasd a tested, Balázs! Jó reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra múlt 15 perce. Sokat melosztál rajta, Feri? Nem, ők akarták, és ami vicces, hogy van egy 8 éves és egy férfi is. Az jól hangzik. Gyerekek, adjátok vissza a Jánost, utaztassátok a karotokon. Ott hír, nézd, hát nézzétek, János még dedikál, itt vagyunk. Sopronban méghozzá a Deák téren, hello mindenkinek, gyönyörű idő van, egyébként tényleg reméljük már, a soproniak sem fáznak. Reggel egy kicsit csípősebb idő fogadott minket, de süt ki a nap, elállt a szél, úgyhogy tényleg úgy néz ki, hogy az egész heti időjárásunk nagyon-nagyon rendben lesz. És jó kezdés ez, nem? Rengetegen vannak itt a Deák téren, nagyon-nagyon hálásak vagyunk Sopronnak, hogy ennyien eljöttek, pedig voltunk itt 2 vagy 3 évvel ezelőtt, kicsit féltünk is tőle, mi van, ha kevesebben lesznek, de nem. Egyszerűen Sopronban nem tudunk elégszer jönni. Rengeteg hallgatónk itt áldog állatére, nem neked dudáltja. Jani, a kukások is neked dudálnak. A kukások a legjobb arcok, a pöcések mellett én őket szeretem a legjobban. Hihetetlen, mi velük nagyon tudsz azonosulni egyébként. Abszolút. Én ezt már mondtam egyébként műsorban, számomra egyébként egy ilyen örök időkig tartó kapocs a pöcésekkel az, hogy az én Robi kutyám annak idején mindig szerelmes pillantásokat vetett rájuk. Én soha nem láttam kutyát annyira elérzékenyülni, amikor megérkeztek hozzánk a pöcések, hogy kiürítsék az emésztőgödrünket. Igen, kinyílt a kapu, hozták be a csöveket, és akkor a Robinak megindult így a farka ilyen nagyon lassan, tudod, ilyen. És akkor látszott rajtuk, hogy rájuk nézett, és akkor az a pillantás, hogy elkezdett olvadozni, aztán én szépen lassan oda ment hozzájuk, és így... Elkezdte egy finoman szagolgatni a lábukat, és látszott, hogy soha nem nézett rám úgy a kutya, pedig imádott. Ugye arról kezdtük beszélni, mert hogy egy hallgatónk, aki itt áldogál, mi volt a keresztneved? Bocsánat, még mindig az nyilván nem változott. Ja nem mondtuk el, nem jó, ne is mondd, igen. Nem, mert a... Beszéltünk arról, hogy ő ugye egyetemre jár, és az egyetemen elvileg megengedett az, hogy felnőtt lányok, 20-22 éves lányokról beszélünk, összejöjjenek fiatal tanárbával. Hát ez ugye nyilván gimnáziumban elfogadhatatlan, és ez egyébként... Pedellussal, a portással. Tökéletesen egyet is értünk, hogy ott nincs helyernek. Az egyetem azért nehezebb, mert ott ugye már hát felnőtt, érett, kész csajok vannak, abban már azért az egyetem is nehezebben tud beleszólni, hogy mit csinál valaki mondjuk az egyetemi órákon kívül. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, hogy milyen az, amikor valaki kiszúrja magának a fiatal tanárbát, vagy a tanár szúrja ki mondjuk egyetemen, főiskolán a fiatal diákot. Nyilván tanárnak nehezebb, hiszen ha ajánlatot teszel, és mondjuk félreértik, visszautasítják, akár ki is rúghatnak, nem? Meg hát egy tanár azért nem biztos, hogy jó, ha ezt csinálja. De ne legyünk álszentek, hát azért ez nyilván megtörténik különböző egyetemeken és főiskolákon, hogy összekeveredik tanár a diákkal. Ez csak úgy fordulhat elő, hogy te mondod, hogy a diák lány a tanár bácsival? Diák fiú tanár nővel, nem? Nem jellemző? Szerintem akár az is előfordulhat, hogy a diák fiú a tanár bácsival. Nyitott vagy mindenre. Most értem, minden, 2015-öt írunk, nem? Minden előfordulhat. Na, volt valaki, aki a hallgatóságunkból egyébként büszkélkedhet azzal, hogy legalább flörtölt a saját tanárjával, vagy tanárával, tetszett neki? Hello, mi a docens úrra? Nagyné Varga Mária. De a nagynak hívták a tanárt, vagy? Nem. Azt hittem, hogy ő az áldozat. A tesi tanároddal jöttél össze? Nem én. Egyik ismerősöm összejött a középiskolai tesi tanárjával, azóta már összeházasodtak és gyerekük van. De várjál, ugye jól értettem? Igen. Hogy ez hogy történt, hogy ő gimibe járt, és a tanár kikezdett vele, vagy ő kezdett ki a tanárral? Hát általában a tesi tanárok azért jóféle fajtáknak. Egyébként tényleg? Földrajz tesi tanár, ő megy sítáborba, az egész iskola belészerelmes, magas, kigyúrt, jóképű, abszolút egyébként, ez szokott így lenni. És ő kezdett ki a barátnőd a tesi tanárral? Nem a barátnőm, iskolatársam. Iskolatársam. Na és mi történt? Vagy hogy történt a dolog? Ki kezdett ki, kivel mesélte neked a dolgot? Nem, azt úgy nem tudjuk, de csak mi a végkifejletet tudjuk, hogy azt nem sítáborba történt a... És akkor csendben voltak még 2 évig, amíg leérettségizett a kislány, és utána pedig... Körülbelül igen. Hogy gyerekek, nekem lányom lenne... és gimnáziummal összejönne a tanára, én letépném annak a tanárnak a fejét. Tehát van életidegen, nem? De miért nem a gyereket? Tehát, hogy miért rögtön a tanárbácsit? Hát most mondom saját gyerekemet, hát először a tanárnak téped, ja, és utána elbeszélgetni a lányjal. Tehát beadod, már, ha bevallaná, visszajön a sítáborba, és azt mondaná, apa, lecsúsztak a rózsaszín pályán. Hát igen, annak vannak rosszabb fokozata is még, de nem, hát neked is lányod van, Jani. Hát most gondold el, hogy bemegy gimnáziumba, és a harmadikban azt mondaná,
ajánlatot tett neki a tesi tanár, nem mennél be szülőként, apaként, és tépnéd le azonnal a fejét? Hát nem mondta, hogy ez egy természetes dolog lenne, még ha a lányod mondjuk 17-18 éves is, nem? Hát attól függ, milyen állapotban van a testnevelés tanár. Lehet, hogy csak kint megvárnám a parkban, a sötétedés után. De én dühös lennék. Feri, te mit mondasz? Azért a lányod, ugye nyilván, egyetem az persze. Már nyilván más, nem? Azonnal kivenném az iskolából szerintem, tehát ez az első, hogy soha többet ne találkozzak, vagy a tanárt kirúgatod, nem? Hogy elmondod és beárulod, hát persze. Nem? Hát középiskolában... Bárha ugyanakkor meg a gyerek azt mondja, figyelj apa, igaz szerelem, akkor erre most mit mondasz? A tanárra, a gimnáziumban? Igen, 25 a tanár, 17 a lányod. Az akkor az 8 év különbség, még akár bele is férhet, nem? Igen. Na meghallgatunk egy hallgatót, aki itt van a vonalban. Vele elvileg kikezdett egy jogtanár. Hello Zsuzsi, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt, morning show. Hello, honnan hívtál minket, Zsuzsi? Budapesti vagyok. Budapestről. Na, veled kikezdett a jogtanárod? Így van. Utolsó évem volt az egyetemem, és hát elég jó pasi volt a jogtanár, már első évben is mindenki oda volt érte, és az első sorból csöpögtünk gyakorlatilag lányok. Ez kicsit több információ kellett. Igen. És aztán az ötödik évben szemináriumra is hozzájártam, és Ivivel, ugye akkor még nem volt Facebook, Ivivel rám írt először, hogy felköszöntsön névnapom alkalmából, aztán így szépen elkezdtünk levelezni, ismerkedni. De várj, akkor te tulajdonképpen mondhatni, hogy ő kezdett ki vele, tehát a tanár ráír a diákra, hogy boldog névnapot, Zsuzsi, nem? Ez így ebben a formában már feldobta a labdát, de úgy, hogy finoman tette mindezt, ez akár értheted így, értheted úgy, nem? Persze. Hát azért nem mindennapi szerintem, hogy Ivivel megkeresi az embert egy tanárja és ráír. Tehát azért a szándék az egyértelmű volt. És ugye tetszett is nekem, úgyhogy egyszer-kétszer randiztunk is végül. Jó. De úgyhogy te még az egyetemre jártál? Igen, így van. Ez a szabályzatban benne volt, hogy lehet, nem lehet? Tehát, hogy nem követtetek el védséget, nem szabályozta az egyetem, nem? Hát én nem tudok róla, az, hogy szabályozva van vagy nem. Nyilván etikailag azt gondolom, hogy nem biztos, hogy nem ez szerencsés. De nyilván az ember, hogyha ilyesmi történik fel, akkor nem biztos, hogy ennyire elkezd filozofálni, hanem... Az erotikusabb vagy izgatóbb, hogy tudod, hogy a tanárbával randizol? Tehát ő feleltet, mint amit írtok, nem tudom, ZH-t, nem, és a következő pillanatban kéz a kézben andalogtok valahol Budapesten. Ez dob a dolgon? Szerintem hát nem, mert úgy is tudod, hogy a végén meghúz, nem? Hűhűje. Igen, meg hogy belelapoz a naplóba. Igen, próbáltam olyan finoman, szépen, körbejárni. Majd jöttem én. Megjött Feri, és lábbal berúgta az ajtót, de a poén az egyébként ül, mert valóban így, hát sajnos meghúzott a tanár. Szóval dob a dolgon, hogy mégiscsak a tanároddal randizol? Hát az nyilván van ennek egy plusz töltete, nem? Izgalmas volt a dolog, az biztos. A többi egyetemi folyamtársadnak elmondtad a dolgot, vagy titokban csináltátok? Hát barátaim tudták, meg mint kiderült egyébként több évfolyamból is hallottam, hogy volt más is, akivel kikezdett. Ó, te nem te voltál az egyetlen, Zsuzsi. Nem csak neked volt egy napod. Sajnos nem, igen. Mert meddig tartott? Minden Zsuzsira ráírt, hát az egyik bejött. Meddig tartott, Zsuzsi? Csak egy-két randi volt igazság szerint, mert miután kiderült, hogy én nem vagyok az a könnyű vérű típus, annyira... Nem lelkesedett már, értem, de... Ja, hogy nem azért... teljesedett be a dolog akkor. Nem. Ő csak szeretett volna egy kalandot, te pedig egy hosszabb távú kapcsolatot. Hát valahogy így. Uh-huh. Mennyi ideig tartott, Zsuzsi? 3-4 perc, aztán már cigiztünk. Istenem, hát be. Ezekkel a srácokkal nem lehet finoman körbe szimatolni egy-egy ilyen témát. És azóta ez megmaradt? Most kikezdesz a főnököttel? Vagy, ez adott egy olyan élményt, hogy azóta is? Vagy most normális a párkapcsolatod van? Nem, totálisan normális vagyok. A standardet azt nem tartottam ezek után. Nem tartottad. Zsuzsi, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Köszönöm nektek, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Ugyanakkor óriási csábítás lehet, hogy most belegondolunk, egy fiatal, éppen az egyetemről kijött tanár, első munkahely, és akkor találkozik olyan diáklányokkal, akik korban azért néhány év fiatalabbak csak tulajdonképpen nála, és
persze, hogy ott van a csábítás, persze, az hogy elgondolkodik. Az is, de rajta. Szerintem a másik oldalról erősebb, tehát a diák részéről, nem? Hogy egy tanár, akinek már van egyetemi diplomája, doktorátusa, akármi, és engem választ, tehát én a Zsuzsiból is azt éreztem, nem? Hogy őt vidizsgálta. Igen, hogy nagyon komoly dolog az, hogy a tanár rám ír, és akkor lesz valami. Na kérdezzük meg egy-két lányt, hogy magad körül, hogy van-e, nem az, hogy nyilván volt-e valami, nem vagyunk rá kíváncsiak, csak hogy van-e szexi tanár a suliban? Ki a legszexibb? A csajokot nagyon rötyögnek mellette. Nekik arrébb kell állni, mert ez korhatáros, 14 alatt vagyunk. A 14 alatt, te Középiskolásokat keresek, ti általános, ahogy látom. Itt integet valaki elől, Feri. Itt integet. Ne haragudj. Középiskola, egyetem? Hello? Szakközépiskola. Hát azt még ne nagyon kérdezzük, nem? Mert 14 fölött van, 14 és 18 között. Melyik az a tanárbácsi, aki hát így... Vannak jó tanárok a suliban, vagy csak idősek? És? Nincsenek. Ja. Gyerekek, nekünk egyébként most én visszagondolok, gimibe se volt nagyon. Nem? Nekem tehát, azért... Egy biosz tanár, neked? A rossz tanár néni, te. Na figyelj csak... Gondolom, a TS-ből. És azért, mert valaki a TS-ben dolgozik, a szovjet-magyar, akkor még szovjet-magyar kapcsolatok, akkor csak az jelentkezzen, aki járna, de nem vállalja. Senki? Így se. Uh-huh. Figyelj. Ó, Sopron milyen jól neveltek. Na nézzük gyorsan egy-két esetet, írnak hallgatóink egyébként. Baja fősuli, először a tanulmányi osztály vezetője, majd a környezettechnika előadó hölgy volt az áldozat. Ott azért vészállásot Papesz küldte nekünk. Közép sulis tanáromhoz mentem hozzá 9 évvel ezelőtt. Nagyon boldogok vagyunk, 4 csodaszép gyermekünk született, írja egy hallgató. Mi van, menekülnek a csajok közben? Abszolút, igen. Gimiben volt egy fiatal szexi tanárbácsi, csak miatta kezdtem el spanyolul tanulni, de olyan rosszul ment, hogy korepetárásra szorultam otthon nála. Aha, ugye? Írja nekünk egy hallgató. A tanárdiák, mint a méhecske meg a virág. Az egyik szebb, a másik veszélyesebb. Ha bibéd van, 2 szép darab, bármi lesz, a kettesed megmarad. Jézusom, valaki verseket. Viszont ha a fullánkod nem állt jól, csak a pótvizsga garantált, írja nekünk egy hallgató. Uh-huh. Több mint 5 éve tart kapcsolatom a tanárommal. Szerelem volt az első látása, én voltam a kezdeményező, ezt Blanka küldte nekünk. És már 8-adjára járom a harmadikat, írja Blanka. Volt olyan tanár az életedben, vagy van most olyan tanár az életedben, aki egy kicsit így izgalmas lehetne ilyen kapcsolatban? Hát, nem. Nem, Ána, benne volt a nemben, hogy igen. Ki az? Hát talán az iskolában matek tanár. Na, hát jó matek tanár. Istenem, algebra és egyébek. A matekot meg kell tudni szeretetni, igen. Közös a Soproni nevese. Egyetemen a kémia tanszéken tanító pont előszeretettel válogat a csajok közül. Aha. Na ki jár a kémia tanszéken? Így van. Ki tudja ezt igazolni, neveket nyilván direkt nem olvasunk be. Most indulok Németbe, innen a Soproni Deák téről, jó a műsor, csak itt tovább, köszönjük szépen. OK-es vizsga után volt egy búcsú osztálybuli, ahol a 35 éves tanárnőm egyszer csak rám mászott. Mikor rákérdeztem, hogy mit csinál, annyit mondott, csak már nem vagy a diákom. Nem álltam ellen, írja egy hallgató. Na, az osztálylépsőn és a pogácsa mellé kapsz mi tőlem valami. Egy kis útravalót. A tarisznyádba. Igen. Na jól van, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát gyerekek, nem egy ember élte át azért ezt a kalandot. Nálatok ki volt a legjobb, Feri, mondtad az orosz tanár? Igen, az orosz tanár nő középiskolában. Középiskola egyetemről nem nagyon tudnék válogatni, mert oda nem jártam be, csak a moslékért, ott meg ugye... Tehát ott meg ugye nem volt semmi ilyesmi, de jó, középiskolai orosz tanárnőnk az... Hú. Ludmilla néni. Istenem. Igen. Da. Már a csap felett hangzik a zár, a zuhany alatt, vagy a kádé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban van, csak pirítod a hasad. Valami felrász, magát húz, perc már kor előtt, vagy egy hián húz. Tudod, hol a helyed, ha romban két szó. Hölgyeim és uraim, elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Klassz ez a Morning Show! Ó, Feri, mi munka van ebben, láttam ám. A szöveg nem én voltam, egy fiatal ember, a szellemi atya ennek a nagyszerű és bonyolult mondatnak. Ő akarta a legjobban kiabálni, megmutatnánk a hangját.
Nekem nincs hangom. Hogy nem volna. Ki az a Charlie? Igen. Hello mindenkinek. 9 óra múlt 14 perccel jó reggelt kívánunk. Drága Morning Show hallgatók, hát azt is mondhatnánk, hogy majális hangulat itt Sopronban, a Deák téren állnak a sátra, aki neki kipróbálja a játékokat, több százan az UX stúdió előtt. Süt a nap, kicsi szél fúj, dél-délkeleti szél fújdogál. Mondom ezt innen bentről. Nyilván kint talán ezt lehet, hogy máshogy mesélték, igen, lehet, hogy máshogy élitek meg, de minden esetre majális hangulat, rengeteg hallgatók jött el, van, aki közelebbről, egészen az UX stúdió előtti részről, van, aki kicsit távolabbról, sőt, még ablakokból is figyelnek bennünket. Úriemberünk, aki hát 6 órakor morcosan kikönyökölt, vagy visszament aludni, vagy levetette magát, mert azt mondta, hogy ő nem tud tovább ebben a zajban aludni, hát minden lakótól elnézést kérünk. Igen, megtelt a Deák tér ezen része, rengeteg hallgatónk áldogál itt velünk együtt egyébként. Egy évben egyszer van. Persze. Ilyen, sőt, 3 évben voltunk itt, tehát ezt ki lehet írni. Játszunk akkor egy jó kis játékot, ami hát számunkra nyilván nagyon élvezetes lesz, játékosainknak talán kevésbé, viszont a megnyerhető nyereményről érdemes beszélni egy pár mondatot. Szóval, hogy 50 liter festéket lehet nyerni. Hol vannak a játékosaink? Itt állnak mellettem. Na, hello, hogy hívnak? Cipra vagyok. Cipra. Melinda. Melindának kevésbé őszinte a mosolya, hogy szokták mondani, ő már tudja, hogy áldozat lesz ebben a játékban. Ti ismeritek egymást, vagy itt bútoroztatok össze, hogy akkor játszunk inkább? Hát összebútoroztak minket. Összebútoroztak benneteket, helyes. Gyorsan összeadtak benneteket. Ki mit csinál, lányok, ki mivel foglalkozik? Én eladó vagyok. Eladó vagy. Ingatlan közvetítő vagyok. Ó, hát akkor föl tudod majd ajánlani, hogy eladsz egy lakást, és egyben ki is fested mondjuk, ha ezt vállalod. Te eladóként dolgozol? Ez egy családi vállalkozás? Nem, egy cégnél vagyok. Sopronban. Sopronban, valamilyen kis boltocskában. Egy ilyen bútorkiállító telepen vagyok. Na, neki tudsz ugrani, kifesteni, hadd örüljön a főnök, nem? Igen. Az egy jó dolog. Tudod, már felkészítettek a mi drága hostess lányaink, hogy mi vár át, vagy csak azt mondták, hogy figyelj, vedd fel ezt a ruhát, aztán többit majd a fiúktól megtudod. Tudom. Tudod már, aha. Igen. Érzem, hogy kicsit szomorodni. Kicsit kezdesz is, hogy elszomorodni. A játékunk nagyon jó, mi csak úgy hívjuk, hogy festékzuhany. Ez tulajdonképpen a neve. Ezt az ember megúszhatja teljesen szárazon is, ha ügyes a partnere, de hát megúszhatja úgy is, hogy 600 ezer liter festék ömtődik az ő nyakába, mert hogy itt egyfajta összjátékra lesz majd szükség. Te, mint áldozat, nem tudsz nagyon beleszólni a játékba, minden a partnereden múlik. Ez hogy zajlott, amikor eldöntöttétek, hogy te állsz bele? Csak mondták, öltözzek fel, aztán kérdezik. Szeretem. Született áldozat. Nem választásom igazából. Igen, azért arra igent kellett mondani, mondhattál volna nemet is. Jó. Ez más. Oké, na figyeljetek, itt van ez a kis festékzuhany, és ezt egyébként lehet nézni, mert hogy van erről élő közvetítés, a Klassz FM-nek a Twitter oldalán, ugye? A Twitter oldalunkon lehet ezt nézni. Le kell tölteni egy bizonyos applikációt, és az applikációval lehet nézni a Twitter oldalon, hogy mi is zajlik. A Periscope applikációt kell letölteni. Ászánja úristen. Így Periscope. Van. Jelentsen ez a szó bármit is, hogy elterjedt ez nekünk túl bonyolult. A Klassz FM Rádió Twitter oldalán, ha valaki ezt a Periscope appet leszedi, akkor élőben tudjátok nézni, hogy hát hogy öntjük nyakon a mi játékosunkat. Persze, ha nem ügyes a partnere. Mit kaptál még egy jó szót a családtól? Ismerősök ő? Nem. Figyelj, azt mondom, hogy összedobják a dolgokat, ő kapott most egy hajgumit, hogy ne legyen tiszta csatak festék a kis haja Melindának, úgyhogy nyugodtan fogd össze, de egyébként úgyis rajtad lesz ez az overall, ami egyébként semmit nem véd, kipróbáltuk, de azért próbálkozni ér benne, júj, de jó, sapkával. A játék nagyon egyszerű, te beállsz ebbe a kis laborba, jó, ebbe a kis polifarvés laborba, úgy kell oda beállni, beállsz a zuhany alá. Nagyon egyszerű a dolog, mert hogy különböző színeket fogunk majd a te párodtól kérdezni, és neki nem lesz más dolga, mint hogy megválaszolja, hogy egy adott virág, egy adott növény, milyen színű. Fogalma nem lesz, nyilván olyanokat fogunk kérdezni, hogy ember meg nem tudja mondani, hogy milyen színe van ennek vagy annak. Ha jól válaszol, akkor nem öntjük a nyakadba az adott színt. Ha rosszul válaszol, akkor egy picit zuhanyzol. Ez a lényeg. Jó? Tehát törekedni kell arra a te partnerednek, hogy jól válaszoljon. Én azt gondolom, hogy annyival megviccelhetnénk ezt a játékot, nálad lesz a távirányítója, hogy föltesszük a kérdést, te indítsd el a zuhanyt, és addig nem állítod el, amíg meg nem mondja a választ a játékos. Egy picit gyere arrébb úgy, hogy pontosan a zuhany alatt állják. Kiváló. Már feltételezem ezzel, hogy egyébként lesz zuhany. Mit nézel, János? Hát nézem ezeket a neveket, hogy vajon ezek közül én melyikre tudnám, hogy melyik szín kapcsolódik hozzá. Hát úgy nézem, hogy gyakorlatilag egyikre sem. Ahogy látom a növényeket, én ebből már egy csomót elszívtam, de egyiknek se tudom. Egyiknek se tudom a színét. Úgy játsszuk a játékot, hogy van 50 liter festék, amikor hibázol, akkor 10 liter ugrik a levesbe, és a kolléganő megázik. Mit szólsz, Cipra?
Hát, igyekszem nem hibázni. No. Melinda, felkészültél? Mennyire vagy egyébként természetbe járó, mennyire ismered a nagyon növényeket, a virágokat, igen? Sokat túrázunk, úgyhogy igen. Mindegyiket leszakítottam már. Ez a sokat túráztok? Az jó? Igen. Családdal? Vagy kikkel? Párommal, párom szüleivel, igen. Komolyan? Oh. Mekkora buli lehet, mi? Anyuka, jöjjön maga is. Anyósoddal mész túrázni? Jönnek, persze. Nem tudjátok lerázni, azt hiszem, azt nem tudjuk lerázni őket. Azt igen, tartják a tempót. Nagyon, nagyon erőszakosak, mindig velünk akarnak. Anyát, még mindig jönnek, basszus, szaporázni. Menjünk át a kék túrára, azt a mama úgyse bírja, igen. Mi volt a legutolsó, merre voltatok? Keszthely környékén. Az nagyon, az nagyon, nagyon szép, szép túra. És a biciklivel mentek? Vagy gyalog? Vagy nem, ezek milyen gyalog túrák? És a mama meg a papa egy Nordwalkingol, ilyen rúddal a kezében, vagy bottal, nem, vagy ők? Nem, anélkül elég aktívak. Fittek? Nem. Igen? Nem. Sopronból Keszthelyig gyalog, az ja, igen. Nálatok vannak a szendvicsek, biztos ez. Na jó, tehát az odáig oké, okay, hogy Melinda ismeri a virágokat meg a növényeket, csak nem, nem neki kell ismernie, jó, hanem Ciprának. Te ismered őket? Nagyjából. Nagyjából. Jó. Na, működik, azt látom. Ja, ne nyom már! Ja, bocsánat, nem, azt, én, meg, azt hittem tesztüzemben vagyunk. Várjuk meg, amíg elindul a játék, addig ne szívassuk rá már őket. Jó, működik, tehát el kell, hogy mondjam, a zuhany egyébként kiválóan, kiválóan működik, jó? Hát ez meg mind a kezemben. Mennyi gomb megnyom az egyiket, ez gondolta egy Balázs. Valaki a kezembe adta, nézzük meg ezt a gombot, mit csinál. Oké, felkészültetek? Hát. Na, meg kéne mondani, hogy szól az első kérdés, mármint arra a válasz. Bármilyen növényt kérdezhetünk. A lényeg, hogy milyen színe van, ezt kéne kitalálni. Jó, jó? Tényleg csak az íz a kedvéért egy nagyon egyszerű. Egy bemelegítőt. Legyen mondjuk a belindek. Na, a kérdés tehát úgy szól, milyen színű a belindek? Kék. Olasz on gomb, ezen a távirányító. János, mondd a jó színt egyébként. Hát az az igazság, hogy a belindek leginkább egy világos barna színre hajazó kompozíció. Igen, hát ez nem talált, úgyhogy egy picit akkor téged megöntözünk. Hadd folyjon az ön! Hadd folyjon az ön! Egy kicsit talán azt a cipzát. Följebb! Egyébként csak mondom, hogy elengedtem gyerekek, de beakadt. Ez meg kell állítanom? Biztos egy off gombbal meg kell állítanom. Megállítottuk. Így van. Nagyon jó! Na, kiválóak vagyunk. Játékosunk már kapott egy olyan 2 liternyi festéket a nyakába, de van rajta védőruha. És az 50 literből akkor 10 liter eltűnt, ugye? Már csak 40 liter festékért küzdötök. Milyen lesz úgy szerepelni ebben a játékban, hogy 0 liter festéket viszel haza, viszont nagyon festékes, hogy jól ki van találva, nem? Igen, élvezem. Már befolyt a ruhámba teljesen. Kicsit arrébb. Hideg a víz? Nem, kibírható, kellemes. Jó, mehetünk tovább? Igen. Jöjjön a második kérdés. Most valami nehezebbet. Várjál, ennél nehezebbet, nem tudom. Na, figyeljetek, akkor azt mondja, hogy legyen mondjuk az aranyvessző. Oh. Hát az mondjuk János gatyájában van egyébként meg. Igen, csak picit javítanék, nem aranyvesző van írva, aranyesső. Jó, jó, jó. Arany, arany, milyen színű az aranyvesző? Na hát ezt lehet tudni talán azért. Sárga. Így sárga, van, így van, jól van. Azért rányomok egyet a borban, nem lehet? Persze, a biztonság kedvéért. Oké, jöjjön egy harmadik kérdés, nem locsolunk, jó? Nem locsolunk. A következő a fenyőspárga. Zöld. Fenyőspárga? Hát megnyomjuk azt az ongombot, mert az olyan messze van az öltől, igazából mi nagyon-nagyon messze, hogy locsoljuk a játékosunkat, aki nagyon hűségesen tűri egyébként bent a festék zuhanyban. Van valamilyen illata, szaga ennek a kis festéknek, ami rádömlik? Nincsen. Jó. A pólom tiszta, vizes. A pól, hát ez egy ilyen dolog, így van. Ráadásul mínusz. 20. Mert hát figyelj, 3 szín volt eddig, egyet tudott. Azt ugye megtartottuk, az 20. 30 literből még egy óvodát kifestünk. Bizonyám, tehát igen, az még nagyon jó. A fenyőspárga egyébként szintén egy ilyen bézses árnyalatú szín. Én megmondom őszintén, hogy ezen a játék után szinte biztos, hogy ti a Polifárbe székház elé tüntetést fogtok szervezni, illetve összekarcoljátok majd a cégképviselőnek az autóját. Jó, mélyen. Te szoktál túrázni egyébként? Hát ezek szerint nem, mert nem ismerem a színeket. De úgy azért természetjáró vagy? Igen, igen. Úgy, mint én, hogy autóval vagy? Persze, vagy persze. Nagy helyen, ablakot letekerem is. Nagyon nagy természetjáró, hogy mi is elmegyünk a családdal, letekerjük az ablakot, mondom, Benni, vegyél egy jó mély levegőt. Most a Nemzeti Park közepén na, vagyunk a kocsival. Menjünk, együnk valamit, és el is menjünk enni valamit. Na, most valami könnyű, tényleg ne locsoljuk szét a játékosunkat, valami nagyon könnyűt, jó? Már csak 30 liter festéketek van. Oké, azt mondja, hogy Ferire néztem, és legyen mondjuk a szarkaláb. Jó, milyen színű tehát a szarkaláb? Sárga, nem? Van a játékosaink, vagy a hallgatóink közül olyan, aki egyébként sejti, hogy milyen színű a szarkaláb? Bárki, aki... Tessék? Kék! Honnan tudod te ezt ilyen jól? Hátul sukták. Honnan tudod ezt ilyen jól? Hátulról igen, mondták? Igen, mondták hátulról, és én elől vagyok, és mondom. Ki tudta a jó választ? Ki tudta?
Aha, jó, a 45. sor, ne szívassatok oda már nem, mádat. Persze. Nem csak úgy kíváncsi lennék, egyébként azért ezt itt tényleg kevesen tudják, pedig a természetben minden ott van, ami gyógyít, ami jó, de hát az ember annyira eltávolodik ettől, hogy például a szarkaláb sokszor hallod, de hát az ember, legyünk őszinték, nem tudja, hogy ez milyen színű. A fürdőszobából hallod leginkább, amikor a feleséget sminkeli van. Igen, jó, ezért nem jár zuhany, te ott a laborban nagyon jó vagy. Na, nagyon ügyesen megoldottátok ezt a dolgot. Menjünk tovább, jöjjön a következő kérdés. Azt mondja, hogy legyen ez mondjuk a hangavőrös teszt, ne, de legyen inkább a csillagfürt. Csillagfürt, de szép neve van. Hát milyen növények vannak, ugye? Csillagfürt, kérdezem én ott a jobb oldal, tudja valaki, mert ott úgy látom, ott vannak a gyógynövény szakértők. Tessék? Jó, ne mondd ezt ilyen hangon, létszés, hogy megint hátulról. Jó, ne már. Azt mondja, hogy... Senki se hátulról. Na, senki se. Senki se hátulról, így van. Csillagfürt milyen lehet? Az ilyen lilás. Lilás. Most ugye asszociáltál, elgondoltad, hogy az milyen lehet? Igen. Kiváló a válasz egyébként, nagyon jó. Oké, menjünk tovább, jöjjön tökéletes. A következő kérdés. Most megvan a 30 liter tovább. Most honnan vigyek most ihletet, legyen mondjuk Balázs alsogatyája, akkor pedig legyen a liba pimpó. Ezt hiszem a sáfrány jön, tudod, vagy van. Liba pimpó, milyen liba jó neve van, nem? Az meg olyan rózsaszínes, pirosas. Kegyesek voltunk, rövid volt. Rövid volt a zuhany, kiválóan tűröd egyébként. Hogy vagy ott belül, már nagyon átáztál? Igen. De nagyon cuki vagy ebben a kis védőruhában, mert egy ilyen vegyvédelmi felszerelésben áll a játékosunk egyébként, bent ebben a laborban. Nincsen sok festékileg, tudja még valaki, hogy hogy állunk? Igen, 5 kérdés ment el, de maradt a 30 liter festék, mert azt hiszem 3-mal. Ja, akkor csak 20 jó. Liter, bocsi, 20, 3-at 20. Elrontottak. A következő 2 térde segítünk, jó? Ez már a 6.-7. Kérdés egyben. Milyen jó. Színű, fogadjunk, a te gatyád jutott erről eszedbe, igen? Milyen színű a buzogány? Ezt szeretnék kérdezni, ez könnyű. Barna. Így van, tökéletes a válasz. Jó a válasz. Tökéletes a válasz. Miért volt ez könnyű? Hát a fertőtónál van egy csomó. Aztán. Buzogány. Ja. Hát jó, hát, így, hát ez így könnyű. Helyieknek könnyű. Helyieknek ez könnyű volt. Jó, na nézzük még egy kérdést, ha ezt megválaszoljátok, akkor nincs több zuhany, ha nem, akkor még egy kicsit levonunk, jó? Jó, na most azt mondtad az előbb, az 2-tér, akkor most adunk vissza 20 liter, tehát most 40-nél vannak? Nem, most nagyon meglocsoljuk a játékosunkat, viszont visszaadunk 20 litert, mert most olyan lesz a kérdés, amire biztos, hogy nem tudják a választ. Ez egy olyan kvíz, ahol itt úgy improvizáljuk a szabályokat. Mi legyen? Legyen mondjuk a mesevirág. Mesevirág. Na most ez honnan? Csak mondom, hogy aki bekiabált, a 10 éves egyébként. Honnan tudod ezt ilyen jól? Nagy erdőjárok vagy? Nem. Nem? Nagyon ügyes egyébként. Jó volt a szín, amit mondod? Hát gyakorlatilag tökéletes. Tökéletes. Nem megyünk úgy, hogy nem öntözzük meg még egyszer. Újabb kérdés jön akkor. Jó? Egy utolsó utáni. Jó, ez szerint egy picit becsapós lesz. Habszegfű. Gyorsan kell mondani. Habszegfű. Milyen színű? Világos kék. Világos kék. Így van. Már indítom is a zuhanyt, hiszen abszolút rossz a válasz. Abszolút rossz a válasz. Így van. Mert hogy a jó válasz? A jó válasz az megint egy világos barnás árnyalat. Világos barna árnyalattal zártuk ezt a dolgot. Hát szegényként te ott nem nézel ki jól, azért egy gyors átöltözést javasolnék neked. De kedvesek voltunk, mert csak zöld színt kaptál a nyakadban, és azért a ruha megvéd. Megvéd téged. Így van, és nagyon jó ír a kecskemétieknek, hogy holnap már vízben oldódó festéket fogunk használni, és nem pedig észteres higítós zománc festék. Igen, hogy 4-4,5 évig nem tudod lekaparni a saját bőrödről egyébként, de állítólag az idővel az szépen lekopik majd. Jó, na, tehát van 50 liter festékünk, ugye? Játékosaink egy kicsit buktak, de szerintem legyünk jó arcok, nem? Adjuk oda az egészet. És nem? Te megalkuvó. Ki akar házat felújítani, festeni, kinek van rá jobban szüksége? Hát ezt... Én nem, most nem nyomtam meg, esküszöm, hogy nem, ez nem én voltam. Nem, őt nem én voltam. Volt. Ki is adom a kezemből a távinat, tényleg nem én voltam. Most már az összes festéket kérjük, ami jár. Jó, megkapjátok az összeset, közben igen, szegényként, mert újabb zuhany ért téged, de ez abszolút, tehát hogy... Valószínűleg valami, nem tudom milyen. Ez tudat alatti volt. Zárlat következetben. Szóval lakásfelújítás? Hát ez volt nyáron volt, de hosszú az utca, úgyhogy. Hosszú az utca. Sokan ismerős, sokan rokon. Igen. Nálatok valami otthon? Nálunk lesz. Mi lesz? Most meg egy főleg. Hát az otthoni családi ház belülről akkor. Otthoni családi ház. Na mit szólnátok, ugye ti itt kerültetek össze a játékhoz, hogy a 30-20-ban mondjuk megosztoznánk. Mégis csak ő állt bent a laborban, ő kapta a nyakába a zöld festéket, 30-at kapsz te, jó? És 20-at pedig a társad, aki segített. Jó, köszönöm. Jó lesz. Jó így? Jó.
elég lesz. Ha 1000 négyzetméter, 50 liter, ja, akkor 30 liter. Akkor az 600. 600 négyzetméter. Nem rám ezért hálás vagyok. Tudod, hogy sose aláználok meg. Ezért 600. A kitalálandó szám úgy aránylik az 1000-hez, mint és most a zene. 3 a 2-höz. Érted? Feri, mi az ilyeneket, mint te, akik stréberek voltak, mindig csak nagyon megvertük, sose beszélgettünk velük, csak nagyon-nagyon megpüföltük őket 600. A szünetben. 30 liter? Jó. 30 liter. Jól van. Egy nagy tapsot a játékosunknak, jól megérdemli, tényleg nagyon ügyi voltál. Bent tudsz akkor átöltözni, jó? Szegénykém, gyere ki nyugodtan, és akkor 30-20-ban megosztoztok. Köszönjük szépen, drágák vagytok. Hát a kecskemétiek már tudják, hogy milyen jó játék ez, nem? Igen, valaki a Polifábre játékra? Dögölj meg, anyám! Igen, hát a kecskemétiek, a bajaiak már tudják, hogy mi vár rájuk. Na jó, de ha azt nézed, hogy 600 négyzetmétert kifestesz belőle, zseni, lakásfelújítás, óvodafelújítás, egészségügyi intézmény, iskoláknak meg lehet nyerni. Szerintem, ha egy jófej tanár, vagy egy jófej egészségügyi dolgozó beáll és bevállalja ezt a közösségért és a szép rendelőért például, vagy óviért, iskoláért, ez egy jó dolog. Nem, ha csak egy osztálytermet kifestesz belőle, vagy hát két osztálytermet. 1000 négyzetméterből azért még lehet szerintem. Sokat lehet festeni. Bőven, és ezek azért prémium minőségi festékek. Engem megmondom őszintén, hogy lehengerel az a fajta sokszínűség, amit látok. Te, hogy mekkora egy büdös nagy nyaller vagy, már látom, írod az e-mailt, hogy jövő héten még szeretnénk a kis szobát felújítani. Vastagon 4 réteggel. Hát, 4 rétegbe szeretnénk a virágszobát. Kincsem, mit szólnál egy kis fuksziához, vagy hunyorhoz? Na, maradt még egy kis csillagfürt is. Hova kenjen? Á, tudom én. Arra tetszett édesebb a méznél. Tudok mondani. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Csabi, itt vagy már? Hello, Csabi, jó reggelt! Hogy ne volnék? Csabi! Szevasztok! Hello, Sopron! Csabikám, azt csinálsz a tömeggel, amit akarnak. A kezünkből lesznek, úgyhogy bármit mondhatsz nekik. Akkor remek mondom, zenék? Mondom nekik is, meg hát persze mindenki másnak, hogy a Europe koncertre lehet nálam páros belépőket nyerni ezen a héten minden órában. Úgyhogy tessék figyelni a kívánságműsort és a Ferinek születésnapjára. Aj, mert tudom, mond. Hogy, tudom, hogy szereti. Itt szemmel a nagy mackó. Megkapja végre tőlem. Halász, Judit, végre Madonnát halász. Kapod, jó? Mert tudom, nagyon hogy jó. Szereted. Hát, hogy nem. Egy jó Madonnát. Na jó, most már menjetek. Ó, de jó. Jó van, Csabira, kívánságműsorra 555-55-00, ez a telefonszám, holnap 6-kor érkezünk. Szevasztok! Morning Show. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk, pontosan 15 perccel. Hello, Jani, hello, Feri! Hello! Sziasztok! Decukik vagytok, hogy kijöttetek, itt vagyunk Kecskeméten, a Deák Ferenc téren, a Buxusban. Igen. Egy pálmafa mellett. Nem tudom, az milyen fa, de baromi jól néz ki egyébként. Azt még nem ismerem. De... Szedjétek ki, elviszünk. Most tássátok ki, szükségünk van rá. Szép lesz tőle a kertünk. Nem, egyébként baromi jól néz ki. És a gyerekek, az időjárás az egyszerűen nem ad okot panaszra. De hogy mondtuk, mondjam. Hogy jó lesz. Nem? Mondtuk, hogy jó Ámult lesz, igen. Hétunk. Mondtuk, hogy jó lesz. Igen, tavaly mondtuk, de nem erre a helyszínre. Igen, és nem erre a napszakra. Egyébként minden rendben. Szóval, hogy baromi jó idő van. Korán, reggel már rövidújú pólóban lehet büntetni az üvegstúdió előtt, az üvegstúdióban. Mondjuk ez itt nem mérvadó, hizen itt fütünk. Büntesd meg őket egy balbiceps pózzal most. Elzalsz, láttátok. Iszonyatosan rendben van. Jaj, gyerekek, hogy aludtatok? Nagyon rosszul. Na mi volt? Ha már jó. Lift? Igen. Mit? Lift hát, melletted, vagy a kollégák ittak? Kecskeméten, megmondom őszintén, minden tökéletes. És ezt nagyon komolyan mondom. Irgalmatlanul vastag, hihetetlen combok között ébredtem. Matracon tudtam aludni. A szállodai szobában a legnagyobb megdöbbenésemre és a legnagyobb kellemes csalódásomra van vasalodeszka. És vasaló. Azt elhiszed, hogy az első mondata ez volt tegnap, hogy gyerekek, én már sok szállodába aludtam, de hogy én ennek mennyire örülök, hogy kinyitottam a gardrobot, és van vasaló, de tudjátok, mekkora kincs ez? Az a durva, hogy tegnap én is megnéztem, hogy van-e vasaló. És van. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Azt mondja, hogy megvan a játékosunk? Találtunk játékos? Meg! Biztos, hogy találtunk fogalmam játékos. Úgyhogy persze, a mi osztaszlányaink ügyesek. Már 4:45-kor megtalálták a játékost. Aki már itt is van, és akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
túl gondolt meg a választ. Hello, jó reggel. Jó reggelsz. Hello. Szia. Na, milyen üdén, milyen frissen. Ne táncolj, hello. Hogy hívnak? Ildikónak. Ildikó, hello Ildikó. Egész jó ízlésed van, Feri. Ugye? Figyelj, mire kiszúrtam. Baki mellől? Nem Baki a... De, Bakival jöttünk Békéscsabáról. És te is Angliában élsz? Nem, én Békéscsabán élek. Békéscsabán, és mit dolgozol, mit csinálsz? Gépeket újítunk fel. Nem, egy ruházati üzletben vagyok üzletvezető. Ruházati üzletben üzletvezető? Mm. És okay. Mennyi nem Békéscsabán, mennyit utaztatok? 120. Azt a mindenit, az nem kevés. És a festői 44-esen, az a gyönyörű. Ott sok szarkaláb összegyűlt már az arcokon. Így van. Sok haj kihullott. Az úgy azért jó, hogy fölmész a 44-esre, beleesel a nyomvájúba, a kamion nyomvájúba, és itt tudsz lejönni Kecskemétnél. Tehát nincs olyan, hogy mint egy serkeszülőnél lefordulsz. Igen, egy Marianna árok, amiben autózol, igen. Kivel szeretné játszani? Veled. Veled, félve merem kimondani veled. Hát legyen így. Hogy állunk játékkal, gyerekek? 1-0-ra vezetünk. Megyünk? Vonulunk? Hasítunk? Kell a győzelem? Oké. Jani? Igen, én vagyok. Akkor számoljál vissza. Így velem. Ahogy 6 éve minden reggel. Na, 3-2-1, fire! Valami belakadt a fogalmat. Biztos egy lazac darab. Hello! Hello! Hi! Na jó. Mit mondtál, hogy hívnak? Ildikó. Ildikó. Szereted a nevedet? Fogjuk rá. Ez érdekes. Kevésbé szereted a nevedet? Esetleg. Úristen. Mit csinálsz a szabadidődben, Ildikó? Biciklizek. Hova? Most biciklivel jöttél? Itt van? Hol van? Mutasd meg. Hátam mögött? Itt a bringád? Parkoltam. Itt valahol. Dobtál aprót? Persze. Megölöm. Mi a hobbit? Mit csinálsz még? Sportolsz? Sportolok. Mit sportolsz? Személyedzőhöz járok. Lejárt az idő. Azza mindenit. Hogy hasítottatok, mit kettem? Micsoda összecsapás, micsoda csata. Ha ez a beszélgetés tegnap a bárpultnál zajlott volna le, én azt mondtam, hogy Balázs, hagyd gyerekkel. Nem, ebben nincs ennyi most. Ha ez a beszélgetés tegnap a bárpultnál zajlik, én már leöntöm magam benzinnel, és ott a bárpultnál meggyújtom magam. Tudna még egy oliva, hogy nem, tüzet egész. Friss rúma, leöntöm magam. Ildikó, hát mit csináljunk veled? Igazából azért nem ugrott ki a passzivitásod nagyon, mert rettenetesen nyomorultan játszottam én is. Így van. Tehát, hogy egyszerűen nem volt különbség a színvonalban, mert annyira rosszul játszottam, hogy mit csináljunk vele? Hát szerintem kezeltessétek mind a kettőn az agyvérzéseteket. Ugye valamit kéne csinálni, mert kicsit beütött akra. Megérdemled az ajándékot szerinted? Meg, nagyon. Figyeljetek, ha nem is a játékért, mert ugye azért az erősen felejthető volt. Nem is a teljesítményért, mert az egyszerűen értékelhetetlen. Nem is a bővített mondatokért, mert hogy nem voltak. Csupán azért, mert ennyit autózott, és mert a kitelepülésen senkit nem hagyunk ajándékcsomag nélkül, egy ajándékcsomagot Ildikónak. Köszönöm szépen. Gyűl, nyom meg a taps effektet, ha megtalálod. Köszönöm. 6 éve dolgozunk együtt. Ildikó, nagyon jó voltál, tényleg. Köszönöm szépen. Ne hidd el, jó? Köszi, puszi nektek, jó utat visszafelé. Köszönjük Ciao, szépen. Ciao, puszilunk, hello. Na. Hát. Best of ball. Föltetted az íre a pontot. Gyerekek, hát nem kell mindig jól járni, nem kell mindig nagyot játszani. Én azt szoktam mondani, hogy lehet... A hatékonyság a lényeg. Az se volt. Hát Ildikó részéről igen, van ajándék. Igen, megérdemelte, sokat utaztak, úgyhogy ha a játéket nem is az ajándékcsomagot biztos, hogy megérdemli. Ha már utaznak, 241 gyerekek. Azért 120 oda-vissza, nem? Nem gyenge. Azért az bari közt is 241. Tényleg, az 241. Ugye? Hogy van? Van itt még onnan ez jött. Istenem, ennyi. Na. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Fonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggel, Morning Show! Nagyon jó vagy. Gyönyörűek, mi? Nagyon Igen. Nagy melót tettél ebbe is. Nagyon rendes vagy, Feri. Beígértem mindenkinek, hogy adás végén pusziszkodhat veled, ha szépen kiabálok. Oh. Te annyira csináljál. Akkor én is kiabálni akarok. Igen. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Gyerekek, bent hagytam a telefonomat, leültem nagyon okosan ide a mikrofon, vagy a hangszóró elé. Mi van?
Ja, azt hittem beküldesz a telefonot. Valaki mondja meg, hogy mennyi az idő. 8 óra múlt, ilyenkor mindig szoktam egy időt mondani, csak 13. Ott a toronyóra. Aha, látom, a keret rajta van, ja. Igen, 8 óra volt, 13 perce, jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyunk Kecskeméten, és hát gyerekek, elérkeztünk a napunk egyik fénypontjához, amikor mi aljaskodni tudunk egy picit. János ezt nagyon szereti, már a kezében a kérdőív egyébként. Természetesen itt van nálam. És beállítjuk játékosainkat a zuhany alá. Mi legyen ennek a neve? A celebben minden játéknak volt egy neve, tudod? Minden egyes, mi volt az bátorság próba, vagy feladat, amit végre hát kellett hajtani? Hát ennek van, mert már kitaláltunk egyet, ez pedig a festék zuhany. Legyen ez a retteget zuhany. Azt a mindenség, belém fagyott a kis. Ja. Na, itt vannak a játékosaink, gyertek egy kicsit közelebb. Hallottátok-e, hogy mi történt velünk Sopronban tegnap? Hát nem igazán. Nem igazán, te se tudod? De én igen. Te tudod, te hallgattál minket. Igen, neveket kérnénk. Edina. Edina. Dani. Uh-huh. Edina és Dani. Egy pár vagytok? Igen. Mondjad? Igen. Egy pár vagytok, mióta vagytok együtt? 2,5 év lassan. 2,5 éve, hát akkor most még szeretitek egymást, nem? Ugye? 2,5 év az még, tehát az még. Szerinted 2,5 éve? Szerinted? Szerintem is. Látom, el van törve a kezed, mi történt? Elestem biciklivel és magam alá tekeredett. Azt hittem, a Dani nagyon megszeretett, mi? Ezt beszéltétek meg, mi? Ez a hivatalos, mi? Hogy elestél bringával. Igen, Danikám, fáradjál be szépen a zuhanyba, jó? Érez nagyon jól magad, és mulas nagyon jól, jó? Igen. Köszönöm, nem fogsz jól kinézni majd, ha ez a zuhany véget ér. Készültök-e bármi olyanra, köszönöm, készültök-e bármi olyanra, Edina, ami lakás felújítással kapcsolatos? Készültök-e összeköltözni, van-e közös kis bérlemény, készül-e a család kifesteni a kis lakot, ahol vagytok? Ugyanis brutális mennyiségű festéket tudtok ezzel a játékkal nyerni. Hát ugye én jövőre megyek fel kollégiumba, szóval nálunk ez így nem igazán. És mi viszel magad a 30 liter polifárbe? Biztos, ami biztos. Megérkeztem a kollégiumba, tanár úr. Mondjad? Nem úgy, hanem hogy Daniéknál ugye ki kéne festeni egy pár szobát, meg azért nálunk is, tehát lenne helye a festéknek végül is. Milyen finom a módszerolt a barátját. Daniéknál ki kéne festeni néhány szobát. Finoman jelezte, hogy azért egy tisztasági festés Daniékra ráférne. És a nagymuternek is szólni kéne, hogy hagyjam át a légycsapót, mert tele van szétnyomott legyekkel a fal. Ja, Istenem, jól figyeljetek, ez nagyon jól jöhet, nagyon jó minőségű festékről van szó természetesen, és 50 litert lehet belőle nyerni, amiből uszkve, akár 1000 négyzetmétert is ki lehet festeni, szerintem még a 3 éves évfordulótokra egy jó testfestésre is maradni fog belőle. Tényleg ünnepeltek évfordulót? Szoktunk, igen. Na, mikor van az évforduló, tessék? Január 22. És tudja? Hát most még 2,5 év után. Igen, 10 év után ez már, 10 év után ez már nem Dani, biztos menni. Az okni? Csak kérdezem, mert az okniba álltál be, vagy... Mond? Szerintem vegye le. Hát. Figyeljetek, én zokniban nagyon ott vagyok. Én azt gondolom, hogy ez kár lenne beáldozni. Nagyon helyes kis titok zokni. Én csak mondom, hogy teszünk fel majd az Instára képet, Jani tegnap zoknit stoppolt. Tehát, hogy te azt hiszitek, hogy szórakozunk, de nem. De tudod miért? Hát, mert van varrókészlet a szállodában, azt se otthon kell használni, ugye? Nem otthon fogy a cérna. Figyelj, nem hiszitek el, minden egyes cérnához külön tű volt bekészítve. Óriási, figyelj, és mire húztad rá az oknit? Stoppoló fád volt? Hát, korán van még ez, Feri, nem mondanám már. Keményebb, mint a stoppolóval. Hallod, igen. És ha rosszul stoppolok, meg is büntetem magam rögtön. Na, oké, figyeljetek. Ugye a kérdés arról szól, hogy melyik virág milyen színű, és ezt kellene neked kitalálni. Legalábbis megpróbálni megsatszolni. Jó? Itt nagyon sokan vagyunk itt már a téren. Aki akar, nyugodtan segíthet. Uh-huh. Jaj, bocsánat! Hajrá! Rögtön bosszút áll. Ez tegnap is ez volt, csak mondom. Igen. Nem tudom lemosni magamról, nem direkt. Van egy rohadmányos on, meg egy off gomb ezen a kicsit távirányítani, és én nagyon magyarázom, hogy csapkodok, gesztikulálok, abban a pillanatban megnyomom a gombot. Annyi van csak, hogy görcsösen meg szeretnénk felelni a főszponzor elvárásainak, és azért Balázsnak az összes ujja be van állva, és állandóan megnyom rajta minden gombot. Hát gyerekek, igen. Itt a szponzor, látnia kell, hogy folyik a festék, már sem vége a turné. Rommá szivatunk mindenkit. Na figyelj. Szóval minden egyes fantázia névhez ugye kapcsolódik egy szín, és hát természetesen nem fogunk olyanokat kérdezni, hogy vajon milyen színű a megybordó fantázia névre hallgató festék, ezért olyanok lesznek, mint például a kosbor, vagy a moha. Mennyire vagytok természetben járóak?
Hát egyikünk se igazán szokott természetben járni, mert mind a ketten allergiásak vagyunk, úgyhogy. Jaj, bocsánat, mindenkit leköptem itt az első három sorban, elnézést. Mind a ketten allergiásak vagyunk. A szomorú magyar valóság. Ugye mennyit jártok természetben? Nem járunk, mert allergiásak vagyunk, igen. De nem is mentek egy romantikus sétára az erdőbe, csak kankalint szedni, vagy mit a körcsit gyűjteni, nem csináltok soha ilyet? Hát Nagykőrösön nem igazán tudunk milyen erdőbe menni, szóval nem hát gyakran. Tényleg azért Nagykőrös, komolyan. Aha. Azt a világváros csak a beton, mi? Aha. Ne mondd már nekem. Hát azért csak vannak ott fák, folyók. Fák azok vannak, tehát sétálgatni szoktunk persze, de hogy most elmenjünk egy erdőbe, hogy egész nap túrázzunk, az nem. Nem volt olyan, hogy Dani belegyűrt a pólója alá egy pokrócot, fogta a kezed, és azt mondta, hogy teres vagyok. A 8. hónapban vagyok kincsem, nem akartam elmondani korábban, de most jön a 3. évfordulom. Igen, már a neve is megvan. A Dani nem lehet terhes, te férfiba. És fogta, Dani leterítette a pokrócot, megterítette egy piros kis terítővel, elővette a kosárkát, a frissen sült kalácsot. És utána pedig napokig próbáltatok kibányászni egymás testéből a kullancsokat. Nem volt ilyen, Dani, nem ez a típus, ez a nagyon romantikus típus? Hát, végül is ilyen konkrétan nem volt. De igazából nem is nagyon van rá igényem, mert hogy most széttüsszögjem a lelkem. Igen, mondjuk egyébként... Mennyi romantika, Istenem. Mennyi romantika, igen. Még egyébként megértem, tehát két tüsszögő ember a réten azért az elég el rohadt. Tehát az, hogy elég nyomorult azért. Megértem, hogy nem mentek mezőre. Szeretlek! Lassan olyanok vagyunk, mint valami allergiaellenes cég szponzorálja őket egyébként. Habár allergiád van, itt van nálunk ez a gyógyszer. Na, egyébként csak mondom, hogy élő streamünk van a Klassz FM Twitter oldalán. A Periscope appet kell letölteni, jelentsen ez a Periscope bármit is. És ezen az appen keresztül tudjátok nézni élőben, ahogy Dani megfürdik a kökörcsin színeiben. Többek között, jó? Mert hogy valószínűleg fürdeni fog. Na, nézzük az elsőt, tessék! Na figyeljetek! Így szól akkor. Az első kérdés. 10 liter festékért. Milyen szín kapcsolódik szerinted a súlyom fantázia névhez? Ha még egyszer elmondod, hogy allergiásak vagyunk. Nem tudom, allergiásak vagyunk. Mondj egy színt, vagy nyomd meg a gombot. Hm? Ez a legkegyetlenebb. Neked kell ellocsolni a saját barátodat. Ne ellocsolom én. Na, mi volt a kérdés, Ani? Mi volt? Súlyom. Súlyom. Milyen színű lehet, hogy ki mondod, hogy súlyom? Súlyom. Súlyom. Súlyom? Sárga. Hogy... Aha. Nem szabad nekünk bedőlni, nem azért mondom, hogy súlyom, csak hogy ízlelgessük. Milyen színű a súlyom? Így van. Az szürke. Hagyd neki! A súlyom olyan keményen szürke, hogy valami hihetetlen szerintem. Egészen közel voltunk egyébként. Egészen közel. Egészen közel. Most folyik el az 5 liter festék. Daniék kis szobája már nem kap tisztasági festést. És most a másik 5 liter. 10 literre. 10 literre kevesebb. 10 litert mondtál, úgyhogy hagyd még, hagyd csorogjon. De is szereted, mi? Nézzük a következő kérdést. Na, 10 liter mínuszban vagyunk. Képzeljétek magatok elé a szituációt, amikor nagykörös, amikor nagykörös határában álltak kint a kis piknikkosaraitokkal, a kis kockás abroszotokkal. És akkor azt mondja neked Dani, hogy Istenem, te gyönyörű ez a sok hunyor. Hunyor? Milyen színű lehet a hunyor? A hunyor. Zöld, nem? Igen. Zöld! Nagyon jó. Nyomj egy jó az? Ja, nem. Akkor most visszajöttél zöld. A 10 liter festékkel, tehát nullán tökélem. Vagytok. Nagyon jó, most vagytok nullán, így van. Nagyon jó, Edina, ez honnan ment? Ismerted esetleg? Igen. Hogy? Anya régen tanyán élt. Amikor még nem volt allergiás. Anya nem allergiás, csak én vagyok. Oké, tehát anya tanyán élt. Jó, és ismerem. És ő elmondta neked. Jó, mi a következő, Jani? Na, a következő a fenyőspárga. De szép neve van. Fenyőspárga. Fenyőspárga. Milyen színű lehet? Kell asszociálnunk? Segíts egy kicsit. Fenyő. Így van, nem itt arról van szó, hogy egyébként a Polifárbe ennek a festéknek a nevét egy korábbi Hungária koncerten bekövetkezett baleset. Annyira beégett a tulajdonosoknak az a kép, amikor a fenyős párga. Mikén lecsúszott, és aztán mondták, hogy technikai szünetet kérnek. Doli, odaszala. Ez viszont a tulajdonos úrnak annyira beégett, hogy azóta az egyik festékét így hívja. Fenyős párga, Edina. Halvány zöld, vagy halvány sárga. Vagy halvány lila, vagy halvány kék. Benne van a négyben, amit mondtunk? Hát, én azt mondom nektek, hogy nem. Nagyon jó, egy picit akkor meglocsoljuk a pasidat, jó, csak hogy hagyj érezze. Most ment el a Nagyi szobájának felújítása. Aha. Ebben a pillanatban. Nagyi nem lesz boldog, mert az agyoncsapott szúnyogok miatt kellett volna egy tisztasági festést. Állj egy kicsit előrébb. Egy picit nyugodtan. Jó, 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 jó,
nagyon mindenhova megy. Na. Na, viszont a nagy tényleg panaszkodni, van már a hengerel, kor 62 jött a ilyen, hogy rohadjatok. Igen, Nagyi most hallgatja az adást, mert nagyon szomorú. Igen. Mennyit játszottunk el eddig? Minusz 20 liter mínusz és 10 liter plusz, tehát ti tartoztok nekünk 10 liter festékkel. Ki kéne ideugrani a Barkácsáróházba és hozni nekünk 10 liter. Na nézzük akkor az utolsó kettőt, jó Jani? Jó, ez egy picit könnyebb lesz. Tűzlilium. Tűzlilium, de szép neve van, Edina, tűzlilium. Milyen színű lehet a tűzlilium? Ó, hát itt van egy kis sugás, esetleg tudod? Igen? Vöröses-barnára gondolsz. Vöröses-barnára gondolsz. Mm-hmm. Mm-hmm. Nézem János arcát, de egyelőre a tekintete teljesen zavaros. Itt reggel 6-tól mindig. Átszellemű pillanatokon olvasom. Rosszul itt fogja a papírt, fordíts meg a másik oldalon. Na, Edina, mit mondasz? Figyeljetek. Én hiszek neki, hogy biztos. Hiszel neki. Vagyis akkor tűz-barna. Mit mondtál? Vöröses-barna. Vöröses-barna. János? És így van. Komolyan? Így van. Állítsátok ki, diszkvalifikáljátok a segítséget. Valamit tud, vagy megszerzett egy prospektus. Ez már a Polifájban munkatársának, hogy hittál az első sor. Igen, tulajdonos azt, hogy köszönjük szépen, hogy ön is kijött. Jó, az utolsót nézzük meg akkor, hogy mennyi festékkel zárult a mai hihetetlenül jól sikerült versenyünket. Uh-huh. Na, hát a következő szituáció, álltok ugye a természetvédelmi területnek a szélén. Nagyon tűzszögtök. És azt mondja, nagyon tűzszögtök. És egyszer csak eljön Balázs autóval. De még azért. Dani azt mondja, hogy ó, de csodálatos, ahogy a nap lebukik a bükkönysor mögött. Bükköny. Bükkönysor. Bükköny. Bükkönysor. Mondja ezt neked, hogy a nap lebukik, Edina, a bükkönysor mögött. És utána azt mondja, hogy jaj, az utolsó volábusz! És elkezdtek rohanni. Kék, nem? Kék! Nagyon jó segítséget meghallgatjuk, tulajdonos asszony. Barna vagy sárga. Barna vagy sárga. Aha. Így van. János, milyen jó válasz? Csak kültag a hölgy, ezek szerint, mert... mert a bükköny az sötét zöld. Zuhajd neki! Mondtál zöldet? Nem mondtál? Na, hát most folyik el a konyhátok festése ebben a pillanatban. A nagyszobátok is már elment jelen pillanatban. Mit akartatok még kifesteni? Nálunk két szobát, náluk is kettő, de hát akkor... Így hát ezért már hallod ezt a szép hangot? Most folyik el. Igen, és ahogy látom, most fogyott el a festék a csőből, ez pedig már nitrohigító, amit most kapsz. Na jól van, oké, okay, Ferikém, te vagy a matek zseni. Nem állunk jó, gyerekek. Hogy állunk minusz akkor? 30 és plusz 20, tehát az minusz 10. Húha, az minusz 10 liter festéknél vagyunk, ugye ha az 50 litert nézzük, akkor ebből elbuktak 30 litert, és megtartottak 20-at, ha így nézzük, aha, akkor 20 liter festékük van. Én ebben egyetértek. A 20 liter az szerintem egy vállalható mennyiség. Az egészet azért ne adjuk oda, volt egy-két hiányosság, tudjuk be ezt az allergiának, de egy 20 litert odaadhatunk, nem? Jó, figyelj, csapjunk mellé még egy 10-est az én részemből. Miért te már kugyarált a 40 litert? Hát tegnap este leszettem a platóra. Tudod, hát festeni náluk is kell. Mit mond Kecskemét? Megérdemli-e a két fiatal a 30 liter? Megérdem. Az előbb még nemet mondtál. Hát tudom, hogy hallottam, tudom, valaki két nagyon durva nemet benyomott. Igen, azonnal. Jó van. Edina, Dani, ügyesek vagytok. Megszolgáltatok 20 liter, jó? A nagyi szobája kimarad. Hát fogjátok a látására, hogy jó az nagy. Jó az nagyikám. Májvát kértem. Ez májva, mama! Az olvasó szemüvege van. Májva, ez igen, májva. Fogjátok a szemüvegre, mama szobája kimarad. A többit meg tudjátok csinálni. 20 liter is sok azért tényleg. Jó? Jó, persze, köszönjük. Na, ügyesek voltatok. Edina, Dani, köszönjük szépen. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Drága kecskemétiek, köszönjük szépen, nagyon drágák vagytok, hogy ennyien eljöttetek. Köszi. Tényleg, kinek ígértem a bögrémet? Valakinek megígértem. És beblöfföl, jaj, de szép blöff volt. Igen. Neked ígértem, ugye? Hűségesen megvártad, 6-tól itt voltál, itt van a bögre, jó? Egy tisztasági mosás azért ráfér, de mindjárt megkapod, jó? Kitartás, és küldöm neked. Na, drága kecskemétiek, elköszönünk, jó? Puszi nektek, köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok. Vigyázzatok magatokra, holnap baja, 6 óra. Köszönjük szépen! Szevasztok! Még egyszer, Siki! Ciao! Szevasztok! Szevasztok! Sziasztok! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Negyed hét van, pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Drága bajaiak, szevasztok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Hello! Hát na, milyen? Na, gyertek sokan... papához! Gyertek csak! És a testét még nem is látjátok. Hát, milyen sokan várnak itt bennünket? Milyen nagyon sokan kedvesek. Várnak? Így van, nagyon-nagyon kedvesek.
És hát megjöttünk, gyerekek, hosszú dolgokon, nagy dolgokon vagyunk túl, mindenkinek eseménydús volt a tegnapi napja, de az a lényeg, hogy itt vagyunk, és már most jönnek az SMS-ek, hogy várjunk még, ne kezdjük, mindjárt ott vagyok, ne kezdjétek el, rohanunk, úristen, mindjárt elkésem. Szóval gyerekek, mindenki ide akar jönni Bajára. Ha valaki nem tudná helyszínt, mondjuk, hogy a Tóth Kálmán téren vagyunk, a Csemege volt előtt, ugye? Igen, ez egy Csemege volt. Tulajdonképpen igen. Volt Csemege volt, már nem Csemege. Csemege, te szeretem ezt a szót, Csemege volt, nem? Ez milyen ugye? Jó? Ugye? Igaz? Tényleg fantasztikus, nagyon jól van, lépjünk. Rohadj meg. Ja, gyerekek, megérkeztél, Feri, jó késő jöttél? Na, figyelj, 10:30-kor én már itt voltam Baján, mert ugye az volt az ütemterv, hogy Kecskemétről mi átugrunk rögtön ide hozzátok, és akkor milyen jó lesz, eszünk egy gyufatésztás halászlevet, sétálunk a városban, megnézzük végre. Ezt te meg is tetted csak egyedül. Hát te voltál egyedül. Halló, egy jó halászlevet, takarodj! Ugye már 10:30? Na pontosan ez történt, nem indultam el. Mi ugye Siófokon voltunk a Balázsra, tegnap elmondtuk. Ne szóljál egy szót, se majd én elmesélem. Gyerekek, egy előadás volt, ami olyan teltházas, hogy még a függönyön is lógtak. Amit csak a Puzsérra jöttek ennyi. Ja nem, a Sebestyén Balázs Bocskor Gábor összecsapást kellett, hát gyakorlatilag a testünkkel védeni a két sztárt. Nagyon könnyű. De hoztuk. Hoztátok, nagyon könnyű volt, van ilyenkor egy moderátor. Érted, aki megpróbálja vezetni a beszélgetést, ő a valamikor Playboy főszerkesztője, Pantl Péter volt, aki ilyen hanyag eleganciával beült, egy kérdést bedobott, azt ezek végig beszélték a 40 percet. Az igen. Peti, hogy jutott be egy tavalyi meghívóval? Én szerintem igen. Igen. Volt egy média konferencia, ez minden évben megrendezik, nagy előadások, szakmai fórumok, nagy üzletek kötetnek este már félrészegen, ugye a Várpultnál, és egy kétnapos nagy konferencia, ahol különböző hát médiumok képviselői tartanak előadást, beszélgetnek, értekeznek, nyomtatott sajtó, elektronikus média, rádió, tévé, internet, minden, és két napon keresztül beülhetsz előadásokat hallgatni. De azért ez inkább szakmai, mint sem civil, de az utcáról is be lehet menni. Na, és ott a szervezők minket összeengedte Gáborral. Egyébként nagyon normális volt szerintem, meg egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Hát igen, nagyon sokat nem kellett Petinek kérdezni valóban, mert ilyen 10 percet beszélt Gábor, 10 percet én, azt már integettek, hogy idő és a fél idő. Fél idő és vége is. De utána is dumáltunk még, és nagyon normális volt szerintem, meg jól állt a dologhoz. Nem volt egy ilyen nagy adok-kapok, lehet, hogy néhányan azt várták, de ilyen policikén mi azt megbeszéltük, hogy nem lesz az, hogy apró darabokra szedem. Hát úgyhogy... azért, ha most idéznék egy-két mondatot. Jó, de ő is bebeszúrogatott azért, tehát hogy volt, de egyébként tényleg jól sikerült. A dokumentum egyébként a nagy találkozásról természetesen fenn van a Morning Show Instagram oldalán. A következő felirattal, hihetetlen a Media Hungarian összefutottam a nagyapámmal. De odaértem, hogy bocsi, jó arc, szeretjük egyébként. Igen, az Instagramos közösség ez kapja a képeket. Csak mondom egyébként, hogy hihetetlen számban növekszünk. Majdnem 43 000-en vagyunk már az Instagramon. Nem lehet. Könnyű a Facebookon 300 000 lenni, meg 400 000. Az könnyű. Könnyű, de azért legyünk már 300 000, mert most már unom. Már nem egy nagyon szűk társaság az Instagram társaság, bővülünk. De jól állunk még mindig, 40 akár hány ezre itt van vagyunk. Közöttetek valaki, aki ezt az Instagramot kezeli, ahogy az előbb a Balázs mondja. Egy valaki legalább nyújtsa fel. Te Instagramos vagy? Instagramozol? Igen. És be vagyunk Instagramolva? Igen. Ő a 43 000-ből az egy. Bögre. Morning Show. Ez itt a Morning Show. De a rámenőség az van. Ezt szeretem, bögre érte. Töltsétek le, ugyanaz, mint a Facebook, annyi a különbség, hogy itt csak fotókat tudsz feltenni tulajdonképpen, és a fotók alá tudsz beírogatni dolgokat. És szerkesztő Sebestyén Balázs. Kicsit egyéni, mint a Facebook, illetve nem, mert a Facebook is nagyon jó, csak más típusú képek kerülnek föl, de ugyanúgy Jani ruhaszárításáról, Feri kajakészítéséről, hárman, amikor helikopterrel utazunk, de más típusú képek, mint a Facebookon, és egy applikáció letöltitek, és azonnal ott, és lehet bennünket követni. Ez egy fotó alapú applikáció, fotókat lehet feltölteni, fotókat lehet követni. Jó. Balázs játszótere. És amikor így havonta egyszer esélybe jut, akkor viszont. Most egészen aktív az oldal. Tehát most két napja. Most 2-3 napja ment föl egy 3-4 kép, előtte egy hónapig semmi, de hogy most egészen jól állunk. Hát kiéheztetted az Instagramosokat. Igen. De most tényleg azt mondja, hogy 2-4-5 kép felül fel nagyon gyorsan. Ebből négy, egymás után. Ebből egy tudatos volt, 4-szer meg rosszul nyomtam. Igen. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt, Morning Show! Micsoda meló, micsoda karmesteri teljesítmény. Jó reggelt kívánunk, drága bajaiak, 7 óra múlt pontosan 13 perccel. Itt vagyunk, egyelőre nem szemerkél az eső, több helyről írják már nekünk, többek között Budapestről, hogy esik az eső, Szentendrén is már szemerkél. Igen, holnap után mi is fel vagyunk készülve arra, hogy kicsit rosszabb idő lesz, de itt Baján, gyerekek, itt még az ugyak szikrázó napsütés, 30 Jézusom, nő az orrod. Nem, egyelőre nincs rossz idő, kicsit hűvösebb van, de az eső nem esik, és ez így is lesz egészen estig, ahogy ami drága Ákosunk ezt elmondta. Minden nap megemlíti egyébként a kitelepülésünk helyszíneit. Mondanám, hogy profi, de nem. Ez egy kis kurta szó szerintem. Nem is mutatná meg az ő szakmai nagyságát. Egyébként szerintem egyetlen dologat tudjuk bebiztosítani azt, hogy holnap reggel jó idő legyen, hogy hosszú ujjabb a gyere. Az lesz. Mert amikor megjelensz rövid ujjabb, biztos, hogy beborul. Igen, amikor hosszú ujjabb garbóba, akkor olyan meleg van, hogy megőrülünk. Úgyhogy holnap változtatunk, igen. Trafi az M3-ason a Körbenházi pihenőhely előtt, Budapest irányában. Vártiga küldte nekünk. Fogadjunk, hogy jobban van. Annyira behaladszik. Hello. Én kint vagyok, ugye? Nézek befelé a stúdióba, és azt érzem, hogy a hátamhoz söndörödik valaki, és megfogja a fenekem. Tehát ez van, érted? Majd hátrafordulok, és látom, hogy fotóznak, de nem várja meg. Oda azért mondtam, hogy ide fordulok, kicsim. Hogy hívnak? Hello. Ciao. Zsuzsi vagyok. Milyen kemény, puha, félkemény, milyen? Milyen? És az elejét még nem is mutattam. Bizonyám. Zsuzsikám, nagyon rámenősen fotózgatunk, nagyon rámenősen. Csak úgy oda söndörödtél a Feri háta mögé, Zsuzsi? Igen, hát a Barodából jöttünk, úgyhogy... Micsoda értékes kép lesz a hátamról. Így van. Hát, ha még a hátadról, de tényleg nem válaszoltál Balázs kérdésre. Harsogó Starking vagy érett naspolya? Igen. Ez maradjon a mit titkunk. Jaj. Na, kivel nem készült még fotó, drága varrodások? Hogy állunk még? Már csak Janival nem. Megyünk nem sokára, mert a brutálisan, hihetetlen már nagyon komoly, hát hogy is mondjam, vételi szándékkal Börn is bejelentkezett a fűnyíró játékunkra, úgyhogy nem sokára lejátszuk. Reszkes baja, elképesztő lesz. Imádni fogjátok, kimegyünk, de előtte van még egy zombi tesztünk, azt megcsináljuk. Már nem arra gondolok, hogy Baján vannak a zombik, hanem találtam Facebookon egy zombi tesztet, és ezt mindenképpen meg szeretnénk csinálni. Hova megyünk? Börni Ecclestone, tessék? Hogy te hova mész, azt nem tudom, én megyek fűnyíró. Jani, ezt tényleg megkérdezel a harmadik napon, hogy mi következik? Gyerekek, Börni Ecclestone, könyörög a receptér, hogy élőben közvetítsék azt a fűnyíró játékot, amit már 3 napja játszottunk, és ahogy látom a tömegből, ma már itt egész Baja kíváncsi erre az összecsapásra. A riadt izgatott tekintetekből, ami körbeveszik a fűnyírót, ami nem emlékeztet egyébként alapból első ránézésre fűnyíróra. Ilyet még élő rádió műsorban egyébként nem játszottak. Tehát egy fűnyíró verseny, ahol bójákat kell kerülgetni. Itt van maga a masina. Milyen? Nagyon, nagyon kellemes, jó ránézni. Ugye? Szép a forma tervezés. De ez nem egy torta, vagy tessék? Szemüvegedet, légy szíves vedd. Neked adjam? Vagy milyen? Eladod? A szemed. Hát az a baj, akkor megbabonáználak. És igen. Ő a fő zombi. És levennéd a kardigánot. Az a baj, vigyázz, ha belenézek a szemedbe, leveszed a bugyidat. Megnéznénk. Ő Marika barátnője, csak szólok, vigyázz vele. Hogy hívna? Ica. Héttel Ica. Csodákra vagyok képes. És ez még csak a szeme? Mehetünk? Júlcsikám, figyelj ide, Börniek lesz, ahogy mondtam, könyörög a receptér, úgyhogy nagyon jónak kell lenni. Élőben közvetítjük egyébként a klasszfm.hu-n a Twitter oldalunkon, a Periscope appet kell letölteni, és nézzétek nyugodtan, jó? De készültek fel tényleg a Transformers 6-ra. Ebbe sírtok olyan, de tényleg. Oké, mehetünk? Akkor óra indul, jó? 3, 2, 1, hajrá, Julcsi, hajrá, Magenheim. Micsoda gumiszag az aszfalton, kérem szépen, elindult a fűnyíró, az első bója. Kicsit agresszív a stílusa Julcsinak. Igen, tehát Lewis Hamilton megirigyelni ezt az agresszív stílust, húzza maga után a fűnyíró az ászlót, rettenetesen szürreális ez az egész, de nagyon-nagyon. Anyuká közben kommentál, mit csináljon más? Lassan. Ez időre megy, csak mondom. Időre? Aha, igen. Ja, időre, ez nem szépségverseny.
verseny. Ja, időre, akkor gyorsan, gyorsan. Mondja? Felborítja, nem számít. Ica, itt az van, amit ti akartok. Ha azt akarjátok, hogy ne számítson, nem számít. Ne számítson? Én ne számít. Nem számít. Jó, megbeszéltük. Így se úgyse veszélyezteti a legjobb kor időt, úgyhogy aha, teljesen mindegy. Jócsi, két dolog nincs rendben, a sebesség és az irány. Jócsi nem erős ebben a játékban mondhatni. Jobbra Jócsi az. Figyelj, de mit tudom, az alapossági díjat megkapod. Figyelj, konkrétan a 600-ból 5-öt feldöntött. Én most megyek Jócsi után, és újra rendezem a pályát. Jó. És most elindulunk visszafelé, egy bruttó 3 percben meg is oldottuk ezt a dolgot. Milyen Jócsi? Meg kell dolgoztatni. Nem, úgy értett a vezeték nevet. Jaj, gyere Jócsi! És óra, még 10 másodperc, és megáll, meg vagyunk! Nagyon jó! Hú! Ugye mennyire durva ez a játék? Figyeljetek! Ugye, nagyon. Szemmel szinte követheted, langyal meg, aztán pláne. Hihetetlen. Az van, hogy tulajdonképpen az első naphoz képest nem rossz, mert ott ilyen 1.30-es eredmény volt, ez 1.10. Döbbenet 3 percnek tűnt. És a elképesztő. És a mínusz egyedik naphoz képest, amikor még dobozba volt, ahhoz képest pedig aztán. Nagyon jó. Na, mondjuk a hallgatóinak, hogy körülbelül egy ilyen 3 méter széles és egy ilyen mennyi 5 méter hosszú kis elkerített pályán áldogálunk itt a tér közepén, macskakövön, vagy egy ilyen szép térkövön díszburkolaton. Ritkán megy egy ilyen fűnyíró egyébként, de nagyon szép. És jön a második versenyző. Bocsánat, igen? Bocsánat, hogy nem akarok tényleg, de hogy zenét nem rakhatnánk be. Én nem bírom ezeket. Na, jaj, nem bírok nevetni, mert Ica eltört egy elő a borzalmat, annyira hátba vágott, hogy menjek a lányok. Minden mosolynál szúr. Bevág egy kicsit. Na, hogy érzed? Megdönthető a körrekord? Nem, rettegek. Jó. Mennyinél vagyunk, Feri? 1-10? Ez 1-10 volt, így van, de a tegnapi 53. Azt hogy csináltak? 53 másodperc, és egy csaj csinálta. Ott nem mértünk el valamit? Nem, 53 semmit, volt. Semmit. Jó, a vikingesek ittak, de azért még tudnak mérni, nem? Na jó, oké, mehetünk? Aha, hogyha Feri arra. Jó, köszi. Hát inkább te árisd arrébb, mint Ica. Na jó van. Hogy lesz veszélyben a lányod körrekordja szerinted? Hát szerintem ő fog nyerni. Na ki? Hát a Julcsi. A Julcsi. Na jó van. Oké, mehetünk? Hát itt már összecsapás van. Egy Fradi utén nincs ilyen, komolyan mondom. Azt a mindenit. Mi ránk is, mi is le akarjuk dobni a bugyinkat. 3-2-1 és tessék! Hú, ide szépen fordul, kicsit elindult az a fűnyíró. Ez egy elektromos fűnyíró, ami egyébként távirányítású is. Fiatalosan, vehemensen. De nagyon ügyes, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ügyes, igen. És hozzá kell tenni, hogy eddig az összes bója megúszta, a Julcsival ellentétben, aki gyakorlatilag ledarálta a pályát. Gyönyörű, áj, de szép. Mit Hamilton? Mit nekünk Hamilton? Hát ki az a férfi? Nézd meg! Nagyon ügyes, még egyet kerül, és utána már csak egyenesbe kell állítani a gépet, és visszamenni a rajtvonalra, hogy meglegyen nagyon a győzelem. Jó. Anita, ebből csak jó. Mondom, hogy egy promófotó legyen belőle, gyere mert a játékos ide hozzáöltöne kicsilágy! Ez a saját, ez a kicsilágy! A bajai Grand Prix győztese! Jézus Úristen! Atya Úristen, nem izgult, amikor Darnyi úszott gyerekek Szöulban, nem izgultam ennyire. Jézus Mária! Atya Isten, hát még a bugyim is nedves lett. Na, hogy állunk időileg? 42 másodperc! Az nem gyenge! Az nem! 42 másodperc. Anita, nagyon ügyi vagy. Nagyon ügyi vagy. Hogy még mindig vagy? Nagyon izgulok. Ja, tényleg, komolyan mondom. Hát, hát igazából az a háttérzaj zavart, amit ott te generáltál. De... hát így. Nézd rám. Azt hiszem, város vannak így néhány. Azt hiszem, város kell váltanunk. Valaki hátba ver, valaki zavarok játék közben. Igen. Na, nagyon ügyes vagy. Elképesztő. Soha nem nyírtál még füvet? Nem. Bozótot se semmi? Sajnál. Pedig erre születtél. A bozót írás. Pedig egy született bozót vágó vagy és egyébként. És mit tud egy sövényvágó ollóval a kezdő? Egyszerű, érted, ezek az izgalom, csatakos mindenki körül a térkő. Nagyon jó. Hát figyelj, jelentősen léptünk egyet azon irányba, hogy meglegyen a fűnyíró, mert ugye nem ezt nyered majd meg, hanem egy elektromos fűnyírót, ha a legjobb köridőd lesz. De szerintem ezt nincs esély megdönteni. Ez a 42-43 másodperc, ez nagyon jó. Annyira hibátlan ívek voltak, érted, hogy őrület, tényleg. 42 másodperc, a tegnapihoz képest 10-zel jobb, megdönthetetlen. Hidd el, én is kész vagyok. Icukám, zárd le egy mondattal a versenyt, mit, hogy értékeled a dolgot, mit láttunk, mit mond a zsűri, mit mond a közjegyző? A második hölgynek itt a jóval szélesebbre raktátok a... Na, igen, az így, hát ki... Óvás! Júcsinak meg teljesen egymás mellett. Óvjunk, Ica, óvjunk? Jóval. Óvjunk, jó, egy gyerekek, nem tűnt föl, senki nem jut hozzá?
Jó, de akik szervezték. Azok olyanok. Azok a büdös kölökök, akik ott szervezték. Icukám, kaptok majd valami fájdalomdíjat, és akkor várlak hátul a sátorba, jó? Icuka az a... Ogácsát megkóstoltad már? Ogácsát, igen, milyen bugyi van rajtad? Ez az mennyi, vedd le a szemüveget, kűklopsz, perzseld le róluk a bugyi. Csak ennyit fogtok hallani. Istenem, ne takard el a szemed, ezt már nem. Ica ordibá, tedd vissza, de még ne tedd. Nem éreztem ilyet a férjemben 20 évig. Csontos Gyula volt rám ilyen hatás. Van egy szép ajándékcsomagotok. Bögrével minden szépől azért nektek. Na. Júlcsival megérdemlitek, jó? Mindjárt megkapjátok, te pedig akkor mész a fődíjért, jó? Oké, benne vagyok. Puszilunk, puszilunk benneteket. Köszönjük szépen. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Gyerekek, hát az évszázad másik játéka következik. Nagyon szeretjük. A milyen nevet adtunk neki? A retteget zuhany. A festék zuhanynak is szoktuk nevezni, igen, de így bombasztikusan. Festék zuhany, nem. A retteget zuhany, gyerekek. Csak mondjuk, hogy élő streamen egyébként ezt is lehet nézni, ezt is lehet nézni, ezt is lehet nézni. Ezt is lehet nézni? Élő streamen azt... odaadom, igen, méghozzá Klassz FM Rádiónak a Twitter oldalán, a Periscope applikációban lehet nézni. Úgyhogy töltsétek le, Periscope, hát jelentsen a szót. Hát idáig látsz vele, vagy mi? Bármi. Na, azt a mindenségit, neki, gyerekek. Kik vagytok? Kik ezek a gyerekek? Rengeteg gyermek itt körülöttünk, egészen picik, hello! Sziasztok! Ki kicsoda? Az MNAMK óvodából jöttünk, Barbie óvó néni vagyok. És nem volt ilyen, hogy pittangó óvoda, vagy valami MNMK? Ez a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának óvodája. Most már értjük. Egyszerűsítsük le, milyen és csoport? És a napsugárcsoport. Napsugárcsoport, napsugárcsoport. Készültünk egy rövid kis csatakiáltással is, szeretnétek meghallgatni? Mindjárt meghallgatjuk. Igen. Téged hogy hívnak? Mónika. Mónika. A Barbie Mónika. Igen. Így van. A gyerekek pedig azt mondja, hogy Botond, Hanna, Ádám, Zalán, Dóri. Egyébként nagyon helyesek, feltettek az óvónénik, ti tettétek föl? Kis Klassz FM-es matricákra a gyerekek nevét. Egyébként, igen. Klassz FM mérik. Ne óvónéni pisilni kell. Igen. Ez volt a gyerek arcán. Nekem már nem. Nagyon cukik vagytok. Hány évesek? Kicsik kis csoportosok, kis csoport és középsősök. Te jó. Na, meghallgatjuk a csatakiáltást? Hallgassuk meg. Na, gyertek gyerekek ide körénk, jó? Gyertek ide. Gyertek közelebb. Ne féljetek, az óriás bácsitól nem harap. Hozzám jöttek ide, csak mondanám, és hozzád nem. Gyertek ide, legugolunk, jó? Gyertek egészen körénk, jó? Na, és jó, akkor mutasd. Boti, te ne gugolj le. Szofi, tudod a csatakiáltást? Szira Dórika. Jó van, na mehet. Napsugár csoport, mi vagyunk, Klassz FM-et hallgatunk. Nagyon jó! Áj, de szép volt, nagy tapsot a igen. Dórinál eltört a mincses. Édesem. De édesek vagy. Dóri így végignézte Ferit, látta, hogy a feje már felhőben van. Húzzá már róla, mert nem én miattam volt az egész. Dóri sírva fakadt. Ekkora embert ő még nem látott. Így van, egy picit lejjebb guggolt a Feri, és akkor látta, hogy kőszeri kecskék rohangálnak a testén. Na. De édesek vagytok. Kit locsoljunk meg? Hát csak már az egyik óvó nénit. Barbie nénit. Barbie nénit vagy Mónikát. Nem. Ki? Mi van? Nem, egy másik Mónikát. A Mónika Stimmel. Na! Ó! Bevállalós anyuka. Egy bevállalós anyuka. Igen. Neked a gyereked szintén ide jár. A Hanna. A Hanna. Hello, Hanna. Ha? És akkor ez egy ilyen nagy óvodai festés lenne? Ezért igen, szeretnétek ti megnyerni ezt az 50 liter festéket? Így van. Mit csinálnátok belőlem? Festenénk az óvodát. Nagyon jó! Ez egy kreatív, egyszerű, de ugyanakkor ezt zseniális ötlet. Festékből festeni. Arra akartam kiukadni a csoportotokat, az óvodát, az étkezőt, az a, nem tudom, bármit. Most az egész óvodát szerintem belül. Az egész intézmény belefér szerintem. 1000 négyzetméternyi festéket lehet nyerni, tehát akár beleférhet. Fogadjunk, SMK-s vagy. Nem. Nem vagy az MK. Nem, de akart nagyon, csak volt egy gyorsabb. Na jó van. És az összes virágot tényleg megtanultátok, Barbie? Igyekeztünk, igen, és ezúton szeretnénk megköszönni, ezt megkérdeztem, hogy szabad-e mondani. A Kölcsei utcai festékboltban ott kaptuk a polifárbe színkártyákat, és ez alapján készültünk fel, hogy köszi fiúk, megígértétek, hogy szurkoltok, szurkoljatok! Bementek a szponzorunk itteni boltjába, kikérték a kártyát és bemagolták. Mekkora stréberetlen profék. Mekkora stréberek. Hát ez elképesztő. Gyerekek, majd nagyon rosszul néz ki az óvoda és kell a festék. Valami nagy gázol ezzel az óvoda. Szeretnénk a Ferit szaván fogni, tegnap ugyanis felelőtlenül 100 liter festéket ígért. Mi csak egy ilyen célzást tehetünk, ez nem rajtunk múlik. De az, hogy így felkészültetek előre, hát sajnos a játékszabály alapján ez kizárók. Sziasztok gyerekek, aranyosok voltatok, hogy itt nagyon
vagyunk olyan, azt még hadd tegyem hozzá, hogy óvodától az érettségig, tehát hoppá, elég nagy intézmény vagyunk. Te ilyen tipikus óvonő vagy, igen, ahogy beszélsz, ahogy kinézel, ahogy nyomulsz. A mi intézményünk olyan, nagyon fessek, aranyosak a gyerekek, tipikus óvonő, nem? Tehát ha nem mondanád, hogy óvonő vagy, összefutok valahol a közér, megmondom, hogy te biztos, hogy óvonő vagy. Aki nem mosolyog, nem kapcsol kis piskoltát. Gyerekek, készüljetek. Na, locsoljuk meg Mónikát, én azt mondom. Így, jó? Hányszor hallottam már ezt a számból a gyerek lefekvés után. Igen. Otthon. Jaj, na. Mónika, mikor locsoltak meg utoljára? Mivel? Hát, jaj, nem, mert itt gyerekek vannak itt, hát itt van egy komplet óvod a Mónika. Most ne figyeljetek, majd a bácsi mond közben nektek egy mondókát. Nézzétek addig az óriás teret, a figyelmüket. Úgy értem, hogy húsvétkor, vagy tehát ilyenekre gondoltam nyilván. 100 éve húsvét. 100 éve húsvétkor. Na, hát most nem fogsz elhervadni. Jöjjön akkor az első kérdés, ami így szól. Hogy? Milyen színű szerintetek a súlyom? A súlyom. Szürke. Aha. Ezt pedig ezt a felét a Mónika nem tanulta. Melyik pici csemete mondta ezt? Szürke. Tessék? Szürke. Csináljuk azt, hogy itt a jó... Működik ez a vacak? Gyerekek, kitaláltam. Itt a jó válaszért locsolunk. De azonnal megfejtette. 10 évi kvízműsort forgattam, mindenre van jó megoldásom. A jó válaszért locsolunk. Melyik gombot kell nyomni? Nem, egyébként nem egyszerű, hiszen van rajta 3 gomb. On, off, 1, 2, 3. Jó, elfogadjuk. Elfogadjuk. Mi legyen, szavazzanak a bajaiak. Locsoljunk? Imádják. Ezt én igennek hallottam. Imádják. Figyeljetek, legyen egy kikötésünk, hogy azért a gyerekek is mondjanak. Tehát mindenképpen a jó válaszok között legyen egy olyan, amit a gyerekek mondanak. Jó. Jonatán, mit csináljunk? Döntsél, locsoljunk? Igen. Ez az! Így van. Jaj, Jonatán az én emberem, azonnal tudtam. Jaj, de szép szín, odanézik. Mónika ebben a pillanatban piros festékkel kezdett megázni egy picit, és Jonatán a mi emberünk. Jonatának egyébként a szeme se áll, jön hátrafelé fordított baseball sapka, így bízhatunk benne egyébként, hogy... Azonnal kiszúrtam, ja meg elfejtettem megnyomni az off gombot, bocsánat. Igen. De nyomom, most nézd meg, nem áll el. Aha. Ott most eláll. Hú. Na. Jó, na figyeljetek. Sajnos a rossz hír, hogy elfolyt 10 liter festék, már csak 40 van. Mi a következő kérdés? Na figyeljetek, azt mondja, hogy ez a gyerekekhez szól ez a kérdés. Bizonyám, nagyon csak a gyerekekhez. Gyerekek. Nem sugunk, nem szájról olvasunk, nem segítünk. Na, mikor volt a kenyérmezei csata? Nem természetesen nem ez a kérdés. Jó, milyen színű az aranyeső? Így van, ügyesek, jó válasz. Locsolunk, mert jó válasz volt. Így van, hadd fogjon a Mónika. Pesté. Ja, nem lehet kiállni. Nem állunk, arrébb tűrjük a locsolást. És most nagyon nézd jó. Föl, repülő. Nagyon jó. Akkor tehát... Nem fölnézed. Egyébként gyerekek, egyébként ez az off-gomb tényleg nem működik. Csak mondom, hogy ez egy nyomon. Neki. Oké, okay, megállj. Lassú a reakcióidő. Jöjjön a harmadik kérdés, eddig mínusz 20 liter. Ugye? Ahogy állunk jelen pillanatban. Na, figyeljetek, az árvalányhaj milyen színet akar? Hát, ha tudják a srácok, árvalányhaj. Árvalányhaj. Igen? Tarack, parasz. Mondjad, Marci? Na? Barack, így van, jó válasz! Azt a mindenségünk vagy a festék! Most egy kicsit pihentetjük Mónikát, jó, hadd pihenjen, száradjon rá a festék, most valami nagyon durvát, nagyon durvát. Várjátok, azt mondja, hogy nézem, igen, de nem, ez sem. Figyelj, megtanulták az egészet, nem tudsz olyan kérdezni. Figyeljetek, akkor legyen mondjuk a csillagfürt. Csillagfürt. Boton, milyen színű a csillagfürt? Nem tudom. Nagyon jó. De rád őszinte vagy. Igen, Marcikám, mondj valamit. Lila! Ej, de szép! Figyelj, tényleg betanulták minden az összeset. Mit csináljunk velük? Fogadjuk őket örök. Nagyon okosak mi. Jó, oké. Okay. Na jöjjön még egy utolsó kérdés, jó? Jó. Egy nagyon komoly tétje van, nagyon komoly, nagyon durva a játék. Legyen valami olyan, ami még nem volt az elmúlt napokban, ez pedig a... Milyen színű a kender? Jaj, tényleg. Ilyen színű a vadkender. Ja, ez nincs rajta. Jó, na. Mika. Hakinen. A videóton FC színe. Ja, jó. Na, ez a kedvencem. A krókusz. Tessék, krókusz.
Krókusz. Nekem Mónika néninél van. K betű, az nálad van? Mónika néni, krókusz. Milyen színű a kókusz? Arázsoljuk krókusz. Ide a választ. Hókusz, krókusz, gyerekek. Úristen. Na jó, csak gyerekek, nem hülyek. Hókusz, krókusz. Na milyen színű? Igen. Nincs rajta a palettán? Hogy lehet? Sajnos ez nincs rajta a palettán, hát ebből nem tudtatok felkészülni, de. Így van. Na, milyen színű? Kékes lila. Ezt is tudják. Mindent tudnak. Igen, és ha halkan mondom, hogy aki rohanna krókusz színű polifarbe festékért, az nem ennyi, mert nincs. Nincs, egyébként jó? Nincs. De van. Hogy megfestetted. Jól van, na figyeljtek ide, Mónika, nem locsolunk meg téged többet, jó? De hősies vagy, Feri, mit csinálnál? Locsolnál még? Hát persze! Jó, még egy utolsót, egy utolsót még kapsz egy kicsit, jó, jön a festék, viszont nagyon ügyes voltál, mert nyertél, mennyit adjunk az Ovinak? Édes Istenem, az van, hogy várnék egy ilyen bólintást oldalról. Sponsor? Figyelj csak, azt szeretném kérni, ki közületek ki az, aki a legmagasabb beosztásban van a cégnél, gyere akkor közel, jó, légy szíves. Következő a helyzet, nagyon takarékosan bántuk eddig a polifarbe festékekkel, mindenkinől levontuk, amit elrontott. Itt vannak, nézd meg a könnyező szemű kisgyerekek, érted? Nem sírnak fel, csak... Ja, bocsánat, kicsit próbáltam túlhúzni. Picit azért túlhúzod. Én még ma nem is ettem. Gyönyörű óvodájuk van, de ráférne egy nagyon jó felújító festék ezzel a kiváló egy rétegben is. Tökéletes, tessék! Legyen meg a 100 liter! Mellé sóher! Mellé sóher! Megvan a 100 liter! 100 liter! Azt a mindenségit neki! Hát mi az a játék határok nélkül? Ki az a Gundeltakács? Mi történik itt, Bajár? Úristen! Fantasztikus! És most gyerekek, válaszoljon a kérdésre valaki, ki szeretne egy hónapon keresztül Balázs pénzén fagyizni? Na jól van, újítsátok fel akkor az óvodát, jó? Tessék? Kérés? Milyen kérés? Igen, van egy dalunk, a Bajai halászlédal, ami már a technikusoknál van. És ez a mi kedvencünk, meg lehetne hallgatni. Persze, kiírjuk nektek egy CD-re, és akkor meg tudjátok hallgatni, jó? Én de meghallgattam ezt a dalt, adásban nem tudjuk betenni, de nagyon, nagyon jó. De megkapjátok, jó? Meghallgattuk egyébként, pendrive-on eljutott hozzánk. Köszönjük szépen. És külön köszönjük Mónikának, az anyukának, Mónika, aki vállalta a hősies Mónika. Ugye? Ugye? 100 litert nyertél az óvodának, SMK-s tag lehetsz, beválaszthatok a közgyűlésbe, tiszteletbeli tanárnő lehet, akikre vagyunk büszke, akire büszke vagyunk, táblára felkerülsz, lehet, hogy olajfestmény is készül róla, de egy kápolnában. 100 liter festék, ki tudjátok festeni ebből az egész óvodát, szerintem. Uh-huh. 50 liter, az kb. 1000 négyzetméter, tehát ebből fél baját ki tudjátok festeni. De tényleg. Rossz hír, hogy a 100 liter nagyobb része az ott van a lábad alatt, elfolyt. Örülsz? Jó, langyos. Örülsz, Moni? Persze, természetesen. Örülök, hogy meglocsoltál. Oh. Hányszor hallottam ezt régebben, amikor még szingli voltam. Ja, gyerekek is vannak. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Csavikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok, hello, Baja! Látod, hogy szeretnek, Csavi? Elintéztétek nekem, köszönöm szépen. A nevemben megígértétek mindenkinek, hogy küldök dalt. Csabikám, meghallgatjuk. Hiányzunk már nagyon? Az igazat mondjam, vagy amit megbeszéltünk. Mennyi ideig leszel, Szabin, mire visszamegyünk? Egy hét, mikor találkozunk újra? Ki kell pihennem magam, ne haragudjatok. Most, hogy nem voltunk. Jó van, jó munkát neked, jó? Köszi, nektek meg jó utat. Köszi, ciao. Hello, Baja. Hello, Csabi, köszönjük hello. Szépen. Csabi jön a kívánság műsorra, a Baja, köszönjük. Szevasztok, puszi, ciao. Hello, hello. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Múlt 15 perce jöreget költ, hát erre nem lesz szükség, nem? Azt hiszem az árnyékolót. Az árnyékolót felengedjük, mert egyelőre nem süt a nap. Csináljátok valamit, aha, hogy legyen nap. Nem azért van lent, hogy megvédje minket a naptól, hanem mert valami megszakadt benne. Figyeljetek, ez annyira jól ment Kecskeméten. Fogtam, fölengedtem és fölment. Most pedig... Ne húzd lejjebb! Nézd, na látod? Jani ügyes, meg. Megoldotta. Picit lök fölfele. Igen? Aha, így aha. Van. Mint mindig lejjebb lennél. És a gyerekek fél hétig meglennénk. Igen. Na jó reggelt kívánunk, jó időt hoztunk, nem? Ugye?
megjött a jó idő. Általában egyébként azon gondolkoztam, hogy szerencsénk van a kitelepüléseken, mindig valahogy azt mondják, hogy eső, vihar, és valahogy megoldódik, kivéve mondjuk tavaly Balatonfüred, amikor elásztunk. Az nagyon durva volt. De az... itt is van esély, hogy azért ne szakadjon az eső végig. Most nincs rossz idő, nincs hideg. Most az van, hogy én felváltva nézek ki, és felváltva nézek a telefonomra, mert lehet, hogy azért, mert nincsen éppen wifi-m, vagy nincsen éppen megfelelő internetem hozzá, de azt írja, Salgótarján felszakadozó felhőzet, és egy napocska van itt a sarokban. Ez már az, már szakadozik, nem, csak ahogy ebben... szakad, akkor kifolyik belőle a víz. Jó, akkor amikor a kedves Salgótarjánok közül valaki úgy érzi már, hogy nem bírja tovább Cérnával, az jöjjön itt a stúdióhoz, kimegyek, és majd mutatom, és együtt próbálunk meg így hinni abban, amit a képernyőn látunk. Én hajnalban jöttem, egyébként van, ahol nem esik és süt a nap. Tehát itt van egy kis felhő fölöttünk. Ez Mallorca. Igen, ott nagyon jó idő van. De nem, 60 környékén, ott az autópályán, ott gyönyörű napsütés van, és nincsenek felhők. Tehát, hogy jött most ide. Megnyugtattál bennünket, hogy 60-nál jó idő van. Tehát, az erre jön, akkor jó lesz. Ha ez megy arra, akkor nekik is rossz lesz. Tehát akkor inkább bízunk az ellenkezőjében. Na, mi újság, jól vagytok? Ki, hogy van? Fölébredtetek? Mindenki már így korán reggel? Igen? Nézd meg, a mentőszolgálat van, vagy mi, ja nem mentő, betegszállító. Víztek valakit, és benfekszik a kocsiban? Dehogy fekszik. Azt mondja, ráérünk, gyerekek, megállunk egy kicsit a Morning Show-nál. Kicsit szólt a beteg, álljátok meg, kedvelem a Janiékot, egy bögrét hozzatok. Hallották tegnap adásban, hogy Balázsnak egy picit nazális a hangja, és aztán biztos, hogy biztos alapon jöttek. Gyerekek, necces volt ez a ma reggel. Egyébként fölkeltem 3:30, 4-kor elindultam, a laza hőemelkedésem, most már tolok valami aspirint, meg nem tudom, mit a lányok infúzióra köttek, meg nem tudom, mit adnak, úgyhogy hajszál volt egyébként, hogy ne érjek ide. Nem voltam túl jól. De megláttalak ennyi mosolygós arc, és azonnal gyógyulni kezdtem. Azonnal gyógyulni kezdtem. Meg Moson Magyaróvárnál meg egész jól érezted magad. Igen, aztán ránéztem a GPS-t, és újra elbizonytalanodtam. 1:20 Budapest, az egészen tűrhető, nem? Neked? Hát annyi idő alatt tettem meg. Senkinek nem sikerült. Mit csináltam maradék 40 percben? Mert kérlek szépen, estél be. Elmondom neked, itt, ha tovább mész a téren, nem csak egy gyalogos öreg. Ja, tovább mész a téren, itt jobbra fölfelé van egy utca. Itt felmentem az utcán, és egy kis közért előtt megálltam, és aludtam 1/2 órát. Úgyis annyira korán indultam, Jani már tegnap a frászhozta rám, hogy induljak el joggal, mert hogy fölbontás van, ugye ott a nem tudom hányason volt. Egyébként, álmodom, inkább elindulok 2 órával előtte. 5:45-6-kor itt mentem el az UX stúdió előtt. Ja, ezek szerint a Győzék házán már nincsen kit az RTL klub felé, mert tudod, hogy neked alanyi jogod van bemenni aludni. Ne, erre lakik a Győző valahol? Ki tudja, hogy hol lakik? Nem? Itt ebbe a nagy panel házba. Hátul itt a úszoda fölött. Úszoda fölött. Ah. Jól átvertek minket a Győzikes Róba, ha itt lakik a panel házba. Az úszoda fölött, az úszoda fölött. Aha, és még mindig itt lakik egyébként? Itt van, szoktatok vele? Nem is találkoztatok vele? Már a NAV lefoglalta a házát, mi? Mit tudsz a Győziről? Hát szinte mindent. Tényleg? Akkor viszont mesélj! Na. Komolyan, kérdezzetek és akkor válaszol. Na szóval azt tudom, hogy ez a villa, ez gyakorlatilag az RTL klub tulajdona volt, ez bátran ki lehet mondani. Mindent tudsz. Tulajdoni lapot kértél ki a földhivatalba, mindent tudsz. Ismerem Gáspár Győzőt, Gáspár Zsoltit, Bea Asszonyt, Evelint Virágot, és van egy nagyon érdekes történetem. Ajaj. A Bea Asszony... Ádia, el lehet mesélni? A Bea asszony gyakorlatilag akkor volt terhes, mikor a kedves feleségem is a Virággal, és akkor bent volt a Salgótarjáni kórházba a Győzike, és érdeklődött így orvosok iránt, és azt mondja, kedvenc sztorim, ott van szülészet, nőgyógyászat, Győzike, mondja nekem, figyelj már barátom, segítsél már nekem, azt mondja, nem nagyon akarna segíteni, de te már itt hesszelsz engem már jó ideje. Mondom, persze Győző, hát nyugodtan, hát segítek én neked. Azt a szülészet és nőgyógyászatot keresem, jó, akkor megfordul szépen balra, és ki van írva egy betűkkel. És ott ülök. Ott állt előtte gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag igen. Győző a humán tantárgyakból soha nem volt erős. Ez nagyon durva izgult, sztori volt. Hát izgult a gyerek miatt. Aha. Tudom, ez 2002-ben volt, és... De családtag vagy? Igen, hogy igen, az én lányom 2002-03-14-én született, egy körülbelül egy hét alatt megállítani. A sztoriban van, most ne zavard meg. Jó, van, igen, úgy látom, itt azért erősen él a szerelem Győzőjék irányába. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 14 perce, jó reggel. Kívánom mindenkinek, hello, drága Salgótarjániak. Hát nagyon durván esik az eső, nagyon durván, igen, látom.
Voltam kint az előbb, nem tudom miért én kaptam ilyen rózsaszín esernyőt, az egyetlen rózsaszín esernyőt sikerült megkapnom. De jönnek az üzenetek, hogy tartsatok ki, mert Pesten már egészen jó idő van. Egészen jó idő van egyébként. Jó, friss, a reggel morning show és finom hideg zuhany, már csak a tusfürdő hiányzik. Jók vagyunk, XD írta nekünk, valószínűleg ő is itt van velünk. Köszönjük szépen, tehát te írtad? Valóban így van, már csak egy kis tusfürdő, és mindenki tud zuhanyozni. Azt mondja, hogy hello Jani, holnap nem megyünk együtt az Árkádhoz, szabad napot kaptam, holnapra is szívesen mennék veled. Oh. Dávid. Ja. És smiley nélkül, nem akarok ebben nagyon beleszólni, de ez érdekes. Azt mondja, hogy itt állok legelől, talán az egyetlen, akinek nincs esernyője, de a többiről is rám folyik. Rózsaszín táskám van, integessetek nekem, léci. Egy néni most megsajnált, beengedett az esernyője alá. Éva Gödöllőről. Hol vagy? Folyamatosan. Hello. Ott a néni, aki... Ott van, Feri, meg tudsz szólalni. Most hello. Van a másik esernyős engedett be. Nem azt hoztál magáztam. Esernyőt, vagy elfelejtetted? Nem, nincsen. Nincsen esernyőd. Mert kocsival jöttem, és... De, reméltem, hogy nem. De ennek esni. Ellenére itt vagy, ez nagyon jó. Valóban megásztál kitartok. Kicsit. Kit a tartsák ki, jó? Mikor, Laci, 8-20? Aha, 8-20-kor felszakad. Gyerekek, jó. 8-20-kor felszakadozik. A meteorológusunk mondta. Mutatom neked a férfit. Na? A férfi itt áll. Alig az egészre, hogy esik, ezt nézd meg, gyakorlatilag te bőrigáztál, nem akarsz beállni valakihez? Jó lenne. Ja, csak nem engednek. Jó, akkor mindegy, maradjál. De nem, egyébként a salgotarjának nem esernyő irigyek, tehát nyugodtan kéreckedj be valahova, kicsit rogyasszál, nem vagy annyira magas. Nyugodtan, guggolj oda valaki mellé. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan 10 perccel, hatott az eső, tánc, gyerekek. Süt a nap, majd nem kis túlzással, úgyhogy aki még gondolkozott, hogy eljöjjön-e, vagy félt az esőtől, az ne tegye, jöjjön, mert itt vagyunk, ugye, Salgótarjánban, és a helyszín a Salgótarjánon belül a főtér. És hát gyerekek, ki jött el hozzánk? A város egyik nevezetessége. Bea! Hello! Jó reggel! Ciao! Te drága vagy! Jó közel a mikrofon, hello! Jó közel, jó! Figyelj, jó, te jó reggelt! Hogy nem az urad jött. Ő már ment Pestre. Igen. Mit csinált? Megint behívtál? Valahova? A naphoz! Megint mondva az állatodak címmel. Olyan drága vagy, figyelj, képzeljétek el mondjuk a hallgatóknak is, akik itt vannak, hogy Bea saját kezével sütött nekünk sütit, Janinak kifejezésképpen, vagy kifejezetten Janinak sütit. Rizskókot, és gyönyörűen néz ki. Bundás kenyeret. Hánykor keltél, hogy ezeket így megsüst? Korábban, mint szoktál? Fél hétkor. Fél hétkor? Igen. És akik felkeltél, és gyorsan összeütöttél? De nem, a rizskók, az nem ma készült. Az úgy keresi. Két hete nem enték meg, már kutya is hánytól. Jó lesz az a Janinak, támog, gondoltam. Ő szeret minket, mindig beszél róla. De te ilyen sütős, főzős vagy egyébként? Sütős, főzős? Igen? Aha. Nagyon ügyi vagy. És nem gyengén. Nem? Voltál? Hát mondjuk nem jobban, mint a Feri, te de... Te már kóstoltad, Jani? Nem kóstolja meg féltőre. Nem, csak előre menekülök. Ha dicséret, hát ha nem kell lenni. Igen, és 8 óra előtt beállított, hogy nem is akar megszólalni, ne is mondjuk. Persze nyilván azért kattunk neki. Különösebb mondani valamit. Azt mondanak egy mikrofon, csak hogy hozott nekünk reggeli. Be se akart jönni egyébként, elárulom, hogy én mondtam. Nagyon. Gyere már be azért egy kicsit. Gyere már be azért. Ú, Feri, te jó vagy, azt a minden. Ez eszembe se jutott. Meghalom. Be a drága vagy, puszilunk, köszönjük szépen. Szépen, jó? Köszönjük. Na. Uradat is puszíjú. Átadom. Na jó, azért nem. Minden megint. Csak a további jó műsorvezetés. Imádunk be. Köszi, puszi, ciao. Hello. És be nem áll a száját, figyelj, meg a szeretem. Jani, na, ezt nézd meg, ezt pont neked csináltam. Jó, ne hülyéskedj, hogy nem eszel belőle semmit. Az, amit ott látsz, az most az csak a vaníliás. Csak mondom, lekvárt is hozott egyébként külön üveg. Házi? Nagyon cuki. Nem lekvár? Miért? Húsleves? Ja, öntek. Mert húslevesnek nem néz ki jól. Azért, mert az húsleves, akkor ebben lehet, hogy én neveszem. Így vagyunk egymással. Pár évvel ezelőtt még bármi lehetett volna. Be a puszi, köszönjük szépen, ciao. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Legyen 10. Van pontosan, hello, jó reggelt kívánunk. Na, gyerekek. Már csak nem következik a retteget zuhany.
a retteget zuhany, de előtte én úgy megnézem a Janit meg a Ferit egy csomagtartóba, álljon már föl valaki ide egy autóval, elhúzzuk a kordont, felszakítjuk a térkövet, ha de valaki most nem hoz... hogy te meg én megyünk a csomagtartóba. Igen, én nem akarok a Janival. Menjen az óriás, az még viccesebb. Ugye maga a híri szenzációs, mert hogy két szír állampolgárt akart illegálisan az országba bejutatni egy bolgár férfi hétvégén nagylakon, és hihetetlenül kitalálták a dolgot. Nincs oda nemzetközi összefogás, nem? A bolgárok és a szírek. Zseniális, akkor hova bújjunk, hát itt a csomagtartó, bújjunk a csomagtartóba. Bőröndökkel kipárnázták a csomagtartót, és bebújtak egyébként a csomagok mögé egy sima szedán csomagtartóba, ami ugye nem is azt jelenti, hogy ilyen egyterű, mert ott azért egy kicsit nagyobb a hely, az hanem egy különálló csomagtartó. A külön autó, lecsukod a tetejét. A szedán az egy automárka? Igen, igen, nagyon drága, nem mond ki. Ja, igen. Ott, ami elment, az a Passat is milyen jó lenne nekünk. Ha valakinek ilyen autója van, tesz jelleggel, álljon már ide föl, begyömösszük a jelent. Halló, zöld Suzuki is, most állj meg! Most állj, állj, most ráér! És megállt. Ráérsz egy kicsit? Hozd be az autóra! Ráérsz egy 5 percre? 5 perc, adunk egy bögrét, vegyük már ki a izét, az oszlopot, gyere föl, haver! Vegyük ki az oszlopot, hasítsuk fel a térkövet, szántsuk be a busz megállót! Te kézzel gyógyítani nem szoktál? Dehogy nem. Kejfős jár, te is! Nézd meg, látod, megáll, van szedánunk, tessék, gyere! Igen, és jön föl. Jó. Hello, jó reggel, ciao. Szevasz, hello. Ott a Feri mögötted, hello. Strand papucsban van. Hát figyelj, hát reggel mondjuk esett. Szia, mi a neved? Gábor vagyok. Gábor, egy tündér aranyos ember vagy, tele van a csomagtartó? Még nincs, de tele lesz. Tele lesz, igen. Gábor, ford minket hallgatál, itt mentél el, és kinéztünk rád, és hallottad, hogy neked szólunk. De drága vagy, nagyon jó. Na, János. Na, aha, jól van. Picit menjetek át, hogy megfulladunk. Nem kellett teríteni, de szerintem nem lesz. De jó, terítsük rá, azért látva ezt. Hadd terítsem áll le. Figyelj, a két szír majdnem átjutott, csak élelmesek voltak a határőrökén. De nézzük meg, hogy működik-e, befér-e egyáltalán egy ilyen csomagtartóba két ember? Befér? Jó. Feküdtél már bent, onnan tudod? Igen? Igen, Hova mentél? Hát csak a kollégák vittek. Ja, mert már előre nem mertek beültetni, mi? Ja, azt hittem, hogy picit elhagytad magad. Azt hittem, elhagytad magad valami buliba, és befektettek a csomagtartóba. Jó, érzem, hogy én vagyok már a kellemetlen végén megint a lesevi szervnek. Annyi kérésem van csak, hogy tényleg ne 69-es pózba, és ne egymással szemben. Jó? Na, menj be, megnézem, hogy fekszel, aztán maximum bemegyek mellé. Tartom. Jó? Tehát te vagy az egyik szír. Jó? Tudsz szírű? Kuszkusz baklava. Jó, János benn van, gyerekek, a csomagtartó egyébként egészen könnyen elnyelte. Vigyázz a mikrofont, ha tudsz beszélni. Így van. Ha majd lecsukjuk. Kicsit nyomja a hátam az emelő. Na, de most menjek hozzád oda? De úgy, hogy ide a fenekedet, ide. Gyere. Na figyelj, 69-be akarod? Hogy akarod? Simán beférünk egyébként. Na azt, hogy ne legyen inkább a 18-ban, Moni nem lesz otthon. Na figyelj, várjál. Hallod? Ne jövök én is. Azért most már kicsit megült a kocsi, gyerekek, csak mondom. Várjál. Ez meg. Figyelj, ne, a feje nem fér be. Most már de amit rohadjál meg, nem fér be a fejét, ez szemét. Aha. Figyelj, te gyerek. Hallod? Szerintem működik. Működik abszolút. Na. Várjál, ott a lábam, Feri. Nem csapjuk, nem csukjuk le, csak így. Nagyon jó. Aha. Jaj, a feje, várjál a fejem. Mondtam, hogy a feje. A fejemben van a baj. Ne csukd le, mert fejbe fog állni. Nem, csak így egy kicsit a félmilliós bőrcsekidre vigyázz. Oké. Csukhatod? Aha. Eddig jó. Jó. Sötét van. Jaj, de jó. Ez a te feneked. Ó, de durva. Jaj, találtam gépzsírt. Vigyáztam gépzsírt. Az a feneked. Jaj. Na, mehetünk, mester, indulhat a kör. Jaj, de jó. Figyelj, meddig veszünk itt benne. Nagyon jó, figyelj, sikerült. Passport mit eszőr, nem szőr, szír. Figyelj, várjam, viszont most beszorultam. Ez a legszűrűsebb. Abszolút működik. Erre leveszem a fülesem. Úgy, köszi. Igen. Jaj, de jó. Várjál. Az a baj, hogy fogdosott. Jani maradhatott. Jani még maradhatott. Tényleg. Várjál. Simán befértünk. Jó, de bőröndöt nem tudtam volna rá. Bőröndöt már nem lehet. Fordulj meg, beléd szorult egy alkodási igen, éreztem is, hogy kicsit szúr. Jó, köszönjük szépen, drágák vagytok. A bőrön már nem fért volna el. De hogyha mondjuk kívülről ránk van terítve egy takaró, szerintem simán működik a dolog. Igen, és csak halkan suttogunk. Na jó, van, és drágák vagytok. Odajön a határól, és akkor nézzük. Nincs itt senki, menjünk. Finoman megnyomkod, igen. Na gyertek, festék zuhant játszani, mert még sok a dolgunk. Köszönjük szépen. Hurrá, festék zuhant. Ajándékcsomagot, jó? Küldünk nektek. Hol van a bejárat? Kezdj csokom, hol a bejárat? Még menjél? Az nagyon messze van, csokom, az nagyon messze van. Jó irányba megyünk? Jó irányba megyünk? Jó, erre? Jó, erre van gyöngyös. Aha, ezt szét lehet itt nyitni? Aha. Még egy kicsit előre. Ne, vigyázz ott a férje. Olyan messze? Aha.
Jó a buli? Nagyon. Na jó, van, örülök. Tessék jól szórakozni. Hogy vagyunk? Köszönöm. Nagyon jó. Na, kik az áldozatok? Idézőjelesen csak persze, mert hogy közben rengeteg festéket nyerhetnek. Edit, anya. Te vagy az Edit? Anett, lánya. Te én, vagy a... Én Anett vagyok, és anyukám Edit. Ja, már ott tetszik lenni bent. Mama festékallergiás, vagy nagyon fél a festéktől? Én vagyok, igen. Nem, csak azért öltözött be, azért vette fel a védőruhát, hogy ne kenje magát össze, hogyha esetleg nem találja ki. Én azt hittem, hogy kevésbé büszke, mert hogy, hogy picit keveset látunk az arcában. Igen, tehát álbent Edit állik felhúzva a védőruhába, baseball sapkába, konkrétan, mint egy ilyen fehér, nem tudom, hópárduc, begyömöszölte magát ebbe a kis védőruhába. Tehát tényleg úgy dobtad be anyádat a zuhany alá, hogy ő nem tudott róla, azt mondta, hogy ő nem tudta. Nem, én sem tudtam, hogy mi lesz. Anya, jó lesz. Anya, vedd fel azt a ruhát, amit mondanak a Balázsék, nem lehet baj. Ahogy ma vitt egy, ebből csak jól jöhetsz ki. Na, terveztek-e lakásfelújítás, házfelújítás, telken festeni egy picit? Hát, van-e valaki, akinek ez kellene? Lenne? Lenne. Mit kellene felújítani? A páromnak kellene megcsinálni a házat. Ez most neki volt egy üzenet, vagy az ő házat kellene... Nem, hanem az ő házat kéne konkrétan. Na, hát itt lehet annyi festéket nyerni, hogy ez meglegyen egyébként. Anyukád örül neki, hogy éppen a párodnak? Hát, örül. Örül. Na, örül neki. Szegény mama egyébként úgy néz ki, mint hogy egy ilyen kirakati bába, hogy munkarőzeti volt. Szeretnék túl lenni rajta. Ne izguljál, mert az újoncokkal mindig gyengédek vagyunk, úgyhogy nem fogsz sokat kapni. A Klassz FM rádió Twitter oldalán csak mondom, hogy lehet nézni a Periszkóp app-et letölteni, és tudjátok nézni a retteget zuhanyt, hát gyerekek, hát, hát komolyan mondom, tehát a retteget zuhany, a Fear Factor című műsor sehol nincsen hozzánk képes. Na, hogy szól az első kérdés? Na, nagyon figyeljetek. Jó vagy, jó vagy virágban? Általában. Na, meghallgatjuk, Jani. Igen. Milyen szín kapcsolódik a szivarfához? Jó, te szivarfa. Szivarfa. Hm? Szivarfa. Barna. Barna. Így van. Barna. Zuhany neki. Zuhanyt a mamának. Nem más a mamá. Locsoljuk a mamát azonnal. Mama nagyon fél egyébként. Ennyire még senki nem félt ebben a laborban, amiben áldogál. Ugye mondjuk hallgatóinak, hogy be kell állni a játékosoknak egy ilyen kis, hát mi ez, ugye nagy tálba tulajdonképpen, és fölötte van a zuhany, és körülötte ilyen festékes bödönök, mint a diszkólámpák feldíszítve maga az állvány. Nagyon-nagyon fura ez az egész szitu. Most valamiért nem tudom megszokni. Milyen szín kapcsolódik a fuksziához? Egy jó fuksziá. Lila. Igen. Mi te is megtanultad, mint tegnap az óvodások? Milyen loptatok ilyen egy szórólapot, és megtanultátok? Nagyon jó. Keményet kérdezi, Jani. 20 liter van már, csak mondom a mamának egyébként. Nagyon jó. Edit, készülj, mert még nem öntöztünk meg. Ezt figyeljétek most oda. Habszegfű. 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 Milyen színű lehet a habszegfű? Habszegfű. Fehér. Aha, nem. Edit? Nem. Sárga. Aha, az sem. Jaj. Balázs? Na, tessék? Rózsaszín. Az sem. Nem? Akkor locsoljuk meg. Hát nekem szerintem fekete. Milyen színű? Polifárvések? Jaj, se tudja. Na figyelj, Edit! Jaj, 10 liter festék elfogy. Édesem, igen. Utoljára ezt a mondatot az urológusokon már hallottam, de szép sárga járás. Szép. Jól van, oké, megállítottuk, nagyon jó. Oké. Milyen a mamát látniázni? Hát, kicsit furcsa. Nekünk is ide, de... Mindent. Főleg festékkel, igen. Na, az 50-ből 10 liter elment, de van még két kérdésetek, tehát legrosszabb esetben is 20 liter festéketek lesz. Na, az nagyon-nagyon szép, nagyon szép. Az jó lesz. Az jó. Jó, akkor nagyon figyeljetek valami ide. Valami könnyű. Jó, mi lett a libapimpó? Ez jó. Libapimpó? Libapimpó. Libapimpó. Milyen liba színű lehet ez a virág? Milyen gondold színű át? Lehet? Libapimpó. Libapimpó. Azon gondolkozom, hogy milyen színű a liba? Liba. Nem, magán a virágon. Aha. Indulj ki szerintem például a libatop nevű virágból. Az megvan? Megnyomjam én, vagy öntözött a saját anyádat. Anyu, ez most a lányod lesz. A lányod lesz, hogy ne engem utálj, el akarod. Na? Sárga! Besúgta valaki! Óvás! Óvás! Elfogadjuk, így indult, hát a sárga. Nem, egy kis artikulációs probléma volt ez, de valójában. Elfogadjuk ezt is. Elfogadjuk. Mennyi van meg? Ötödik kérdés. Ötödik, utolsó kérdés. Utolsó kérdés. Ha ez is megvan, az 40 liter festék, 800 négyzetméter. Kutyafáját, siessetek, mert nem bírom az izgalmakat. Komolyan mondom, a rohadt életben mindjárt elvágódom, annyi adrenalin van bennem. Igen? Ne is mondd, én is kész vagyok. Na figyeljetek. Na. Milyen színű
Csak megnéztem, hogy, hogy működik-e még. Jó. Csak mondom, nem én voltam, Edith, ez nem én voltam, már a Feri kezében van a távirányító. Hogy szól az utolsó kérdés? Majd anyák napjára tetszik kapni valamit, ami kellemes is. Azt mondja, hogy sás! 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 Sás. Csak így a sás. Sás. Kimondott, hogy sás. Itt a sasmadár. De, hogy... Sásmadár, mondaná Győzike. Na? Barna. Barna! Sás. Nagyon jó. Barna sás. Zöld. Az! Az! És tudja, és tudja, és tudja. Nagyon jó. Hány liter festék, Feri? 40 liter festék a tiéd, mert ti egyet nem tudtál, egy helytelen választ adtál, 10 liter elugrott. 40. Ez egy szép produkció volt, szép produkció volt. Nagyon, 40 liter, nagyon, nagyon. Így van. Nem, igen, nem kell, nem kell, hát agyádat meglocsolni. És most, igen, és most mentsük ki szegény mamát. Tessé? Távirányítót visszaadod, jó. Okay. Edith szerinted már tudja, hogy hol van, vagy még mindig csodálkozik, hogy mi történik vele, mi az a sok ember itt körülött, és miért kell ebben a ruhában lennie? Szerintem még nem nagyon fogta fel, hogy mi is történt itt. Azért van ebben némi kis kajáság, hogy az ember a saját anyjával csináltatja ezt végig. Nagyon most jó. Már egyébként közbelépetnél, tehát hogy szemben látható, tetszik a szituáció. Igen. Segítsél. Küldjük nektek a festéket, ügyesek voltatok, jó? Anett, Edith, köszi, puszi nagy nektek, csáó, sziasztok, ügyesek vagytok, na, hello, hello. 40 hello. Liter prémium minőségű festék. Hello, ügyik vagytok, tényleg. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Drága Salgó Tarjánynak, köszönjük szépen, köszönjük. Hogy ennyien itt voltatok, nagyon-nagyon cukik voltatok, pláne, hogy ezt esőben egyébként ilyen jól bírtátok. Várjatok, érkezik Mr. Karmester, nagyon tudja. Nagyon jó, vagy ne halkuljál a tapsal, most figyel, húzzuk figyel. Fel. Igen. A kezéből lesznek, így a tenyeréből lesznek. Hát többenetes. Én azt nem felejtem el soha, amikor azt a Suzuki Sedánt egyetlen mozdulattal megállította az úton. Mögötte vészfékezett mindenki, és azt lehetett leolvasni a szélvédőkönyvet, hogy... De hogy állítottam meg? Te ott! Állj meg! Hé! Ráér, zöld Suzuki, gyere ide! Lett kocsink? De lett. Lett kocsink? Lett. Semmi. Lett. És Feri közül leszorult a kez, és ezzel együtt a Sedánnak az orrán a motorháztető is elkezdett gyűrölni, tudom. Igen. Na jól van, köszönjük el. 2 perc van a 10 óra. Csabi jön a kívánság műsorra. Csabikám, itt vagy? Hello, jó reggel! Hogy ne volnék? Szevasztok! Hello, Csabi! Milyen zenék lesznek? Remek zenék? Csak egyet ajánlok nektek, Alex Edertől a Make Me Feel Better, mert én is jól érzem magam, ahogy hallgatlak titeket, és alig várom, hogy holnap lehet, hogy meglátogatlak titeket ott az Árkád mellett. Na, jó? Ne, de izgulunk! Ne, légy szíves, maradj a seggen! Csabikám, jó munkát, jó puszi, csáó! Szevasztok! Egy perc a 10 óra, holnap Budapest Árkád üzlete, ez ne felejtsétek el! Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Kívánom mindenkinek, 6 óra után 16 perccel vagyunk. Ajajajajajaj. Hát itt vagyunk. A turnénk utolsó állomásán, gyerekek, egyelőre elmaradni látszik az Armageddon. Hála jó Istennek, köszönjük szépen. Tegnap szét kínoztuk a mi promóciós lányainkat, és naponta, percenként, óránként mutattunk nekik műholdképeket, hogy azonnal csináljanak valamit, ha itt esni fog az eső, de egyszerűen hihetetlen profizmussal győztek meg bennünket, hogy higgyétek el, jó idő lesz, és igen, a proféta szól belőlük. Igen, áttettük 8-ra, mert akkor többen lesznek. Már micsodát? Az Armageddon. Ja, az időt, igen. Nem, hát tegnap nem voltunk ilyen szerencsések, hát a Salgótarjában úgy indítottuk a napot, hogy egy másfél órás ilyen kis hevesebb esőzéssel, én ma már vízálló bakancsba jöttem, illetve hoztam magam vele egy nem túl drága, de annál vízlepergető esőkabátot. Hát szerintem meg fogjuk úszni, legalábbis nagyon remélem. Meg most rápillantottam én is a telefonomra, nem mond esőt, gyerekek, úgyhogy nem élitek át azt, amit a Salgótarjániak. Hát az valami elképesztő volt, de az egyik legklasszabb város tényleg, mert hogy nem mentek el, álltak esernyővel, ki esernyő nélkül, folyt a nyakába a víz, és ott maradtak 10 óráig. Hihetetlen, amit végig csináltak, hát egyébként. Nagyon kordonoztuk a teret, nem is tudtak volna elmenni. Ha már aki bejött, érted, maradjon ott, úgyhogy nagyon jó volt, tényleg ügyesek voltak. De tényleg. Na, ha valaki esetleg nem tudná, hogy a mostani helyszínünk hol van, akkor mondom, hogy ez az Árkád üzletház, és hát hogy lehet minket megtalálni, valaki biztos nem tudja, melyik az a Fehér úti bejárat, az Őrs vezértér, ugye, villamos. Hát a buszpályával szemben, itt tesz le egyébként, pont a 3-as villamos itt teszi le a kedves utasokat, illetve a kedves Morning Show rajongókat, közvetlenül a stúdió mellett, szinte eltévesztetetlen, annyit azért elmondanék, hogy
a budapesti árkád, mert hogy van egyébként, ha esetleg egy másik városba indulnátok el, a budapesti árkád őrs vezértere, gyermekkorom, ifjúságom egyik különösen kiemelt fontosságú szintere, a Köki mellett, mert hogy én innen mentem ezerfele, innen jártam egy időben haza a Kőbányára, innen mentem Nagytarcsára vissza a Seregbe, és innen mentem a vezérúti tanműhelybe is. Neked ez olyan, mint nekem a Times Square, nem? Ugyanaz. Aha. Ja. Igen, tulajdonképpen igen. Így van. Illetve én Ferinek a közvágói. Milyen? Én életemben nem jártam ott gyerekkoromban, ne viccelj. Nem, igen. A közvágói, de hát az Budapest, de mi nem mertünk jönni. Hát meg itt puszta ökölcsapással öltétek a tehereket. És azt is otthon csináltuk. Hát minek jöttünk volna Budapestre, az volt otthon is. Akkor ez Vadon János tér lesz, ha te meghalsz? Hát szerintem igen. Én nagy valószínűséggel. Nagy valószínűséggel, hogy legalább egy mellszoprot kapok valahol. Nem lesz túl látványos, de lesz. Én neked elintézem. Dudálnak. Nem, csak bevágott valaki elé, ne integessen. Én elintézem neked, hogy ez Vadó János tér legyen. Ha veled bármi történik, akkor átneveztetem az ősvezérteret. Jó, legyen ha már odaérek. Legyen mert abban bármit bele gondolhatnak az emberek. VJ, vagy mi? VJ tér. No, hát van nekünk egy játékunk, ami hát, hihetetlen. Nem találok olyan jelzőket, amivel ezt a játékot illetni lehetne. Hát ott vannak a játékosaink? Mind a kettő. Csajok. Hello, kit hogy hívnak? Márdos Alexander. Alexandra. Sziasztok, Marian vagyok. Marian, hello. Sziasztok. Marian. Honnan Szia. Jöttél, Marian? Tessék. Honnan jöttél? Nagytarcsáról. Mondjuk a közönségnek, hogy készüljetek föl, mert csak azok nézzék, akik tényleg nagyon bírják az izgalmat. A kiskorok takarják el a szemüket, mert feldolgozhatatlan az élmény. Az érzékenyebbek azok most elnézzenek ide. Na, mennyi a legjobb köridők? 42 másodperc. Azt hiszem, talán ez Baján sikerült beállítani. 42 másodperc. Hát az körrekord, gyerekek. Az egyszerű, de ez érthetetlen, felfoghatatlan. Ott egyébként egy rutinszerű doping szűrésen is átesett a játék, és nem hittük. Átment? Volt, mi? Átment? Nem. Megbukott a doping szűrés. Na jól van. Számolsz, Jani? 1, 2, 3. Oké. 3, 2, 1. És tessék! Na kérem szépen, hát őrületes a tempó. Komolyan mondom. Micsoda kezdés, de az első kanyarban már problémái vannak a játékosnak. Ide-oda tolat. Ne azon pikérem a lendületből. Egy lendületből csináld meg. Nagyon jó, nagyon jó. Aha, egyébként volt, van esély, van. Hogy meglegyen az 1.30. A 43 már nagyon menő. Szerintem egyébként Niki Lauda be se vállalta volna ezt a menetet, hiszen ő mindig a biztonságra törekedett, így és van. Azért ebben van egy veszélyességi faktor elég erőteljesen. A Klassz FM oldalán nézhető egyébként a Twitter oldalunkon, a Periscope app-el, ha valaki bírja az izgalmakat, de tényleg csak azok jöjjenek, akik ellen tudnak állni annak, hogy szívinfarktus kapjanak. Van, egyébként kétszer. Nem állunk rosszul. Nem. Meg, és utána már csak az egyenes van. Két pálya munkás sajnos áldozatul esett már a versenynek. Igen, kicsit betaráltuk ezt a dolgot. Aha, nagyon jó. A látvány kb. Háromszor olyan gyors, mint a Born ultimátum. Hihetetlen, fölfelé most, mintha egy kicsit elakadna ez a jószág. Egyenesen kell. Igen, csak nyomni kell. Órája. És meg is vagy. Mennyi volt? Hú, de gyönyörű eredmény, 56. 56? 56. Hú, az komoly. 1.30-al kezdtünk hétfőn. Igen. Csopronban. Ahhoz képest egyébként ez egy egészen barátságos idő. Jó, na. Ő úgy áll is, be is állított, jaj, de rendes, komolyan, hát fölállsz a startvonalhoz azért, hogy a barátnőd esetleg jobb időt érjen el, mint komolyan, micsoda önfeláldozás. Jó. Odáig állj előre. Még aha, csak kicsit. Azért mondom a vikinges kollégának, hogy készítsük elő a porraloltót, jó, mert már füstölnek a kerekek, ezt a tempót már maga a gép sem bírja. Hogy állsz a fűnyírással? Hát én se sokat. Nem sokat szoktál füvet nyírni. Aha, nem baj. Jó, hát majd most belejössz. Nincs szebb mindegyik, hogy betonom füvet nyírni, de nagyon marja. Autentikus. Oké, mehetünk? 56 másodpercnél, ha jobbat csinálsz, akkor a mai futamot tenyered. Ha 43-nál, akkor pedig az egész hetet. Igen. Aha. 42 most látom. Tessék? Már nem stresszel. Ne is nagyon, mert az szinte lehetetlen megdönteni egyébként. De nagyon ne izguljál. Mert ha 40 másodperc alá mész, akkor állítottunk neked egy szobrot a Sándor palota először. Várj, jó. A VJ téren. Jó, a VJ téren. A VJ téren. Mehetünk? Hát őrület, János. 3-2. Te vagy. Tessék! Te vagy a futamigazgató, olyan vagy, mint Charlie Whiting. Aha. Ez az! Aj, nagyon jó, apró, pici darabokra szedtük az első szlalomot, nagyon jó. Picit kamikaze technika, de célra vezető. De tetszik egyébként, nem baj. Jó. Alexa ne nagyon izgulja, hogy látom. Nem, nincs, a bajaiak se nagyon féljenek, mármint az a leányzó, aki nem egy olyan rekordot tartja. Nem vacakoljál, nyomjad! Hát a jó, nem is jó azért, ugye? Hát rossz, nem. Igen. De ha most még ezt az utolsó sikánt itt nagyon jól veszi, így van, az légumikon, akkor egyébként egészen jó lehet.
Aha. Gyorsan fordíz is, tessék. Jó helyen vannak a tászlók. Az biztos is. Volt Vaján is, aki reklamált egyébként, a néni konkrétan ott óvni akart. Gyorsan már csak egy visszafordulás. Emlékszel a nénire, Vaján? Nagyon aranyos volt, igen, ő már még mielőtt befejeződött volna a verseny, már azon gondolkodott, hogy hogy óvja meg. Nem volt igazság. Igen, gyere, a Petyárján, te jó, hogy vége ennek a játéknak, mert a kutya pályát, hát még egyszer ezt, ha elfogytam volna idegekkel, ha ezt végig kell néznem. Alexát 3 másodperccel megaláztad, tehát te vagy a mai nyertesünk, egy tök ugyanolyan ajándékot fogsz kapni, mint ő. Így van. Igen, van ki te apró kis stíles ajándékunk. Jó, fogadjátok szeretettel. És akkor mondjuk el, hogy ki az, aki megnyerte azt a kis klassz fűnyírót, amit már mi egyébként sejtettünk Baján nyilván, hogy ő lesz az, mert nehéz lett volna megdönteni, hogy hogy hívták? Egy M235-ös, így hívták, már a fűnyírót hívják, így egy viking, ez a főnyereményünk, és a bajai nyertesünk pedig 42 másodperc. Anita, Fébó Anita, ha jól olvasom. Te írtad, Zsuzsi? A gyöngybetű ide? Aha, jól van. Ez milyen általános iskola volt? Ilyen keveset foglalkoztatok a tantárgyal. Fébó Anita, 42 másodperc. Drága Anita, hallasz minket, akkor megvan a kis fűnyírod. Jó, most a levegőbe csapott, és felmondott. Istenem, megvan, megtaláltam, megvan egy M235-ös elektromos fűnyírógép. Gratulálunk neki. Anita, nagyon, nagyon ügyes voltál, aztán gratulálunk egyébként. Hát, és a főpolgitól előre is elnézést a térkő cseréje. Ahogy fölszaggatták a lányok. Mi? Föltépte. Ez itt a Morning Show. Festékzuhany, a retteget zuhany, ez jön most. Így hívjuk mindegy, ez egy Fear Factor játék lenne körül. A retteget zuhany. Na, az egyik játékosunk már megvan. Így van. Igen, és jön a másik is, gyertek csajok, jó, Jani mellé jó van szorosan. Van egy igazi áldozat, és van egy nevető második. Igen. Ebben a játékban. Na, mikrofon tartsunk, vagy adjunk neki, gyere akkor ide hozzám, jó? És akkor eljön, majd megyek. Mikrofonoznak, gyere Feri. Hogy hívnak? Orsinak. Orsi, hello Orsi. Ki az áldozat? Nem ismerem. Figyelj, annál nincs jobb, amikor az ember vagy a saját szüleit locsolja, vagy a saját barátját, vagy akit éppen nem ismer. Mit csinálnátok a festéken? Van szükség rá? Lakásfelújítás, házfelújítás, festés? Van rá lakásfelújítás. Lakásfelújítás. Nagyon jó helyre menne. Aha. Hol a távirányító? Távirányítót kérnénk szépen, nem tudom, kinél nagyon van. Jó, köszönöm szépen. Itt van, megjött a távirányító. Jaj. Én még sose fogtam ezt, mutasd már egész nézd héten meg, nálad, hogy gyere meg. Csak, Jani, szerinted ez mi lehet, ez a gomb? Várjál, 6 gomb van rajta, az már 10 év. Az a baj. Ja, ettől folyik. Aha, hát, na, oké, okay, megfejtetted. Tarts az ofa vége? Aha. Na, Jani igen, azért nem ismeri a gombokat, mert neki fóliában van a távirányító otthon. Igen. Tehát, hogy nem tudja, hogy... Egyszer hogy megtanulja, mikor valamit, meg... Igen, valami először lefényképezi a fejével, berakja fóliába, aztán nyomja, mindig kikapcsol a tévé. Jó hát, volt, amíg folpakban volt, mert az átlátszó. De amióta a fóliába tekerjük be, azóta nem látok semmit, csak egy nagy ezüst valamit, egy négyszöget. Folpakos. Mint egy tábla csoki, már többször megbontottam. A folpakos távirányító. A milyen a festék? De nagyon hideg. Szeretem. Hideg? Hideg? Az nagyon jó van. És milyen szép színes? Egyébként milyen szép színe van. Na jön az első kérdés. Na nagyon figyeljetek, nem helyezkedünk. Közvetítjük ezt is? Jó, figyeljetek hol? Akkor. Az első azt mondja, hogy hajnalka. Kérem? Hajnalka. Vagy rosszul mondom? Kékes árnyalat. Kékes árnyalat a hajnalka. Igen. Sajnos. Tényleg? Basszus! A Klassz FM Twitter oldalán egyébként lehet követni a Periscope applikációban, úgyhogy töltsétek le, és akkor nézzétek, hogy hogy locsoljuk itt rommá az áldozatainkat. 10 liter festék megvan, az egyik gyereknek már kész van a szobája. Ez mindenképpen jó eredmény. Hogy fogtok osztozni? Fele-fele? Igen. Jó, akkor egyelőre az 50 megvan. Igen, hogy van az 50 liter, az 500 négyzetméter, vagy 1000 négyzetméter? Vagy nagyon nem, nagy 50 az 1000 négyzetméter. 1000 négyzetméter. 50 liter festék 1000 négyzetméter elé. Az komoly. Nagyon. Igen. Na, azt mondja, hogy a következő pedig a trombita virág. Trombita virág. Trombita virág. Jó. Sárgás árnyalat. Sárgás árnyalat. Honnan tudod? Alkalmazott vagy? A cégnél dolgozol? Hol az? Beépített ember? Nem az. Nem az. Milyen színű? Nem az. Egy gyakorlatilag így a vörös és a barna között elhelyezkedő. Ó, hát a sajnos nem tudjuk elfogadni. Kicsit meglocsoljuk a hallgatókat. De sajnál ott jó. Megy el az egyik gyerekszoba. Jól van. Várjál, már nem megy rá rendesen a festék. Ha kicsit arrébb állítom ezt a ízét szórófejet. Így van. Eldugulj. Na jó. Tessék?
Milyen sárga? Ki milyen? Mondja? Ott reklamálnak. Nem. Ebből bunyó lesz. Azért, mert te polifarmés vagy, nem tudhatod jobban, mint a Sebestyén Balázs. Meg Balázsnak igaza volt, nem adjuk meg. Ezt szeretem. Ő a mi emberünk, jó van. Csak szigorúan. Figyelj, nektek spórolok, úgyhogy évvégén jóvá tudjátok írni. Már csak 40 liter festéketek van. Csak azért mutatnám a szint, ha ez sárga, akkor elmegyek a személyzetet. Hát az gyerekek az annyira nem sárga, hogy nagyon nem sárga. Tehát, hogy ez, tudod, ez az, amikor kifestik a szobádat otthon, és akkor festő megpróbálja megmagyarázni. Vadon úr, ez sárga! Igen. Hát ez nem sárga, de sárga. Hát. Igen, mit mondtak a kéményre? Majd a szél kihúzza, vagy az, ugye nagyjából. Ellentart a szélnek, ellentart. Igen. Így van. Na figyelj, jön a következő kérdés. Azt mondja, hogy legyen a következő, mondjuk a gyékény. Gyékény. Hát ez gyékény. Az viszont az. Ja, majdnem megnyomtam. A barna sárnyalat. Tényleg eltaláltad? Az. Hát csak jó. Nagyon jó. Hány literünk van? Maradt a 40 liter. Maradt a 40 liter, és még egy kérdés van, vagy kettő. Még kettő kérdés. Jó, hogy tudok számolni. Igen? Na, a következő legyen mondjuk a... Hát legyen mondjuk a libafos. Ja nem, nem az liba top, bocsánat. De nem ezt akartam mondani, hanem a nyílfüvet. Nyílfű? Nyílfű. Ez tetszik. Na, nyíl? Szerintem az legyen zöldes. Zöld, persze, persze. Igen? Jó, kérdezem a polifarbésokat, ez milyen szín? Nem. Hát az nagyon barna. Sajnos. Hát az nagyon barna. Bizonyám. Hát azt nem tudjuk elfogadni. Meglocsoljuk, most megy el a nagyi konyhája. Szegély. Barnább, mint a honvédségi alsom. Komolyan mondok. Pedig az barna volt. Az aztán majdnem feketébe játszik. Hogy fázik? Nyomjad még. Nem, mert már nyomtam off gombot, csak kicsit lassabban reagál a gép. Igen. Utolsó kérdés, gyerekek. 30 liter festék van már. A betyárját, hát nagyon iszki. Jó. Igen? Na most valami nagyon durva. Azt mondja, hogy figyeljetek. Én neked. Szevasztok! Nem. Igen, sittesek voltak. Jó meló. Csak egy gyalogos. Na, ja, bocsánat. Oké. Okay. Na, figyeljetek. Milyen színű a fehér? Ja? De ez Jézus, egyébként fehér. Ez már a hahota. Na, okay, jó, figyeljetek. Na, azt mondja, hogy jó. Pipacs. Pipacs! Vaj, te! Hát vajból van a szíved! Piros! Piros! Így van, piros! Vagyis egy gyors eredményi érdekes. 30 liter festéketek van összesen, az azt jelenti, hogy 600 négyzetmétert tudtok kifesteni. Vagyis 300-300. Igen, 300-300. Örülünk? Így van. Nagyon, mert 45 négyzetméter kijön meg belőle. Nagyon jó. Ó, nagyon jó. Hát akkor a gyerekek szobája bőven megvan. Bőven. Sőt, a többi rész is. Szépen fel tudjátok újítani a lakást. Nálad mire? Mi lesz? Én nővéremnek a gyerek szobájába. Még mindig otthon lakik a gyerek szobában. De drága. Ilyen már kirepülni a nővérkének. Indulj kis lányom, 43 éves vagy, menjél, hagyd itt anyádékat. Itt van az uzsonnád. Egyébként most fog szülni, és akkor a gyerek... Ó, hát egy újszülött szobát szépen meg lehet belőle csinálni. Sőt, még szerintem többet is. Többet is egyébként, igen. Házból, amennyiben majd a tüdőgyulladásodat kezelik a kórházban, akkor írj SMS-t, viszünk enni, jó? Jó, rendben, egy kis bablevest, jó? Jó, nagyon szívesen. Nagyon ügyesek vagytok, tényleg gratulálunk, és a pipacs miatt majd az én gyere. Saját részemet majd parcoljátok le. Igen, egy laza brutto 12 liter Janinak, hogy meglegyen a terem. Terem? Milyen terem? Miért mondtam teremet? Köszönjük, csajok, ügyesek voltatok. Nagyon aranyosak vagytok, köszönjük. Hello. Vajból van a szíved, hallod? Ez a pipacs a végére. Komolyan mondom, meglepődöm, hogy vannak érzéseid. De tényleg egyébként. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Drága budapesti hallgatók, elköszönünk akkor tőletek. Köszönjük egyébként szépen. Itt van az ideje, mert épp szépen lassan el is kezdett szemerkélni az eső. Nagyon cukik vagytok. Aranyosak vagytok, köszönjük szépen. Csabikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok, hello Budapest! Hello Csabi! Lesz-e jövő héten? Vagy én vagyok, persze, itt várlak titeket, nagyon. Azt hittem, annyira megviselt ez a turné, hogy elmész Szabira egy kicsit pihenni. Elfáradt, mi? Annyit menni, hogy hallottad, hogy innen, onnan jelentkező, hogy belefáradtál, azt mondod, na jó, nem gyerekek. Elárulom nektek most így az utolsó napon, hogy hallgatóként abszolút nem volt fárasztó, sőt. Jó van, Csabikám, hallgatunk, jó, ügyes legyél, 555-55-00. Ez Csabi telefonszáma, ami pedig hétfőn akkor már újra. A jól megszokott kis stúdiónkból jelentkezik. Jaj, de jó lesz újra látni a rácsokat. Az ablak belülről. Jó, de jó lesz, igen. Na jól van, köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Puszi nektek, köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.